Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, nagyon örülök, hogy sokan eljöttek, és érdekli a közönséget ez a téma. Kicsit hosszabb lesz a szokásosnál, de hát ugye idő az van, és főleg, hogyha utazunk, akkor nem lesznek ilyen problémák. Szeretne utazni az időben, ugye megnéznénk ilyen érdekes helyeket, bizonyára sokan felismerik a helyszínt, a 2001 űrűd össze, abból a megfelelő ősember jelenet, és fölötte ott lebeg az időgép, ha az ember időgépet csinál, akkor már jó helyre menne, és nem akármilyen időgéppel, hanem az már legyen egy kicsit kényelmes, bőrüléses, fúziós reaktorral hajtott, és fluxus kondenzátoros, meg amit akarunk. Hát erről lesz szó, hogy lehet-e ilyet csinálni, ha lehet, akkor hogy, nem mond ez ellent a fizika törvényeinek. Rengeteg olyan könyv és film van, amivel poén az időutazás, ennek különböző törvényeiről beszélnek, és így tovább. Kérdés, hogy ez teljesen elrugaszkodott-e a tudománytól, vagy azért van valami köze hozzá. Erről lesz szó, és remélem sikerül eléggé komplex módon különböző szögekből megvilágítani különböző fizikai tudományágaknak a nevében ezt a játékot. Egy évvel ezelőtt itt a következő 137 kvintillió évről beszéltem, ami mostantól fölfelé van. Hát most mindenféle időkről lesz szó, előre, hátra, körbe, meg ahogy elképzeljük. Ez ugye az atomcsír sorozat 239. előadása, ami azt is jelenti, hogy a 250. az most márciusban lesz majd, azon is természetesen szeretettel várunk mindenkit. Szóval ugye időutazás, mit is jelent ez? Hát utaznánk a jövőbe vagy a múltba, régi téma, miért utazunk, miért is akarunk utazni. Nem tudom, a betűk is látszanak valamennyire, vagy jó, lehet látni. Hát szeretnénk először is megismerni a múltat meg a jövőt, mert ugye amit leírtak az ősök a történelemről, azt úgyse hiszi el senki, jobb oda menni és megnézni a jövő történelmét meg még inkább. Természetesen minden ilyen sztorinak az igazi poénja az, hogy meg is akarjuk változtatni, ha valakinek nem tetszik a múlt vagy a kitalálható jövő, akkor bele akar avatkozni, de nem csak megváltoztatni, hanem kijavítani azt, ami neki nem tetszik. Valószínűleg sokan látták, többször fogok hivatkozni a Vissza a jövőbe három részes sorozatra. Ugye itt volt például egy újság, amelyben éppen a doktort letartóztatják, és így tovább a Márti papáját pedig meggyilkolták, amikor megfelelően beavatkoznak a múltba, akkor Márti papáját kitüntetik, és a doktor is mindenféle jó dolgokat kapta, és ugye talán emlékeznek az újság, hogy szépen fokozatosan átváltozik, és a cím meglátszik. Az ember az apró betűst is megnézi, a rosszabb verzióban még Nixon volt az elnök, és a jobb verzióban már régen. Az is oda van írva az újságnak. Nixon akkor kezdte az ötödik ciklusát a filmet, tehát ilyesmire is gondoltak, hogy ezeket az újságokat megfelelően kell preparálni. Mindenesetre az időutazásból ilyen paradoxonok következnek, mert nem biztos, hogy mindenki örül annak, hogyha megváltoztatják ezt a múltat, majd mindjárt mutatok néhány ilyen érdekes paradoxon. Egyik legizgalmasabb az úgynevezett nagymama paradoxon. Elnézést, a szexista megjegyzésé van, aki nagypapa paradoxonnak ismeri, én nagymamával rajzoltam le. Tehát vegyünk egy nagymamát, akinek megszületik a lánya. Ennek előbb-utóbb születik egy gyereke, az felnő, és tudós lesz belőle. Aztán, ahogy ennek a rendje is mondja, feltalálja az időgépet. És ezzel visszamegy a múltba. Na most itt a különböző könyvek másképp cifrázzák, találkozik, véletlenül, erőt és a többi. Lényeg az, hogy valahogy meggyilkolja a nagymamát. Elnézést. Na de ennek következtében nem születik meg a nagymama lánya, és nem születik meg az illető, és ezért nem találja föl senki az időgépet. Ennek következtében nem megy vissza senki megölni a nagymamát, tehát a nagymamának megszületik a gyermeke, és így tovább, és akkor belekerülünk ebbe a ciklusba. Hogy a fenébe van ez? Hát ennek a különböző feloldásával foglalkoznak a vonatkozó történetek. Na most van egy sokkal közelebbi, ilyen időhurkos története. Tegnap délután, ez itt az otthoni számítógépen, a képernyőjén az előadás, abban a fázisban, ami tegnap délután voltam, azaz nem volt megírva semmi. Ez itt az én pofám egy közben. Hát telt az idő, és akkor elérkezett a mai este. Képernyőn ugyanennyi van, és én meg ugyanilyen, mert most már kicsit csúnyább pofát vágok. Ezek után elmondom önöknek, hogy elmarad az előadás, és önök egy kicsit durcásak.
Na de mi történik ezután? Hazamegyek, leforrázva, és hát becsületből már megírom az előadást. 2024. december 6-ára készen is vagyok vele, nagyjából ilyen tempóban dolgozunk. Ott látható, ha jól megnézik a képernyőt, az előző dia látszik a képernyőn, tehát pontosan azon ott a nagymamás. Na de hát ha már december 6-án megérkezett, addig az ember jól elmélet az időutazás elméletét, ezért építettem egy időgépet, és akkor átadtam, az időgépbe beültettem a Mikulást, aki visszaérkezett tegnap délután, és átnyújtott egy pendrive-ot rajta az előadással, amely megjelent a képernyőmön. Ezért elvigyorodtam, és most itt van az előadás a képernyőn, és átnyújtom önöknek, és akkor ők már nem, önökkel nem. De a sztori nem itt ér véget. Ezek után természetesen nem írom meg az előadást, mert itt van a pendrive-on. Telik múlik az idő, 2024. decemberében elfelejtem átadni a Mikulásnak. Aki viszont ezért nem hozza el nekem, és a dolog körbeért, ez ugye neki, ezért ugyanaz, mint a nagymama paradoxon, csak kevésbé véres. Bár a fene tudja, hogy a lincselés meddig tud fajulni. Szóval a lényeg az, hogy ez ugyanaz a gondolat, de van ennek egy még cifrább verziója is. Tegyük fel megint, hogy itt vagyunk, elvonom az előadást, és természetesen nem írom meg, mert hogy megvan. Viszont 2024. decemberében eszembe jut, és átadom a Mikulásnak, aki elhozza, és tegnap odaadja. Körzárt. Kérdés az, hogy ki és mikor írta meg az előadást. Mert hogy én nem írtam meg, az biztos. Se tegnap, se a következő évben. Na ez a másik időparadoxon, amik szintén sok regényben, meg filmben előfordul. Ezt a sztorit eredetileg nem előadással, hanem egy filmmel kapcsolatban írták meg a Technicolor időgép című könyvben. Mindenkinek ajánlom a figyelmében, nagyon szórakoztató. Visszamennek a vikingeket élőben felvenni, de a film nem készül el, és amikor éppen már megbukna a cég, akkor megjelenik a rendező a jövőből, és meghozza a filmtekercset, átadja is. Tehát körülbelül ez történt. Na most persze nem csak ezt lehet, nem csak filmet lehet hozni, hanem például a lottószámokat. Elmegyek a jövő hétre, megtudom a lottószámokat, és elhozom, vagy nem is elhozom, megüzenem valahogy, és utána megnyerem. Ennek az alapsztoriát megint csak a Visszajövőbe című filmből lehet ismerni, ahol a rossz fiú Biff, akit ugye tudod, megtudtuk Donald Trumpról mintáztak, tehát ő megkapja 50 évre előre az összes sporteredményt egy kis almanakban. Ezeket megjátsza, és utána hát milliárdos lesz belőle. És annyira nem kapja, ugye a sztori úgy folytatódik, hogy aztán mégse kapja meg, és akkor mégse lesz belőle milliárdos, és így tovább. Az ilyen időhurkok megsértik az okság törvényét. Ez ugye nem a fizikának a törvénye, hanem inkább a filozófusok szokták azt mondani, hogy a okság törvénye az a fizika alapja, mégpedig úgy, hogy az ok megelőzi az okozatot, van egy esemény, ami okozza a másikat, és nyilván az van hamarabb. Hogyha az idővel való manipuláció megsérti a időrendet, nincs szigorú időrend, mert visszahurkolódnak ezek az események egymásba, mert furcsa dolgok történnek, mint például, amit az előbb mutattam, hogy van olyan esemény, aminek nincs oka. Ott van az előadás prezentáció, de nem csinálta meg senki. Valahogy ott megjelent. Vagy olyan esemény is lehet, hogy egyik okozza a másikat, a másik az egyiket, ez lehet pozitív is, de lehet negatív, a nagymamánál éppen ilyen ellentétes okok vannak, amik ott állandóan interferálnak, nem véletlenül mondom így, hogy interferálnak, és akkor furcsa paradoxonok következnek belőle. Az biztos, hogy a Martin McFly-jal kapcsolatban valami baj van az időben, ugye itt az időképen beállították, hogy mikor kell neki megérkezni, ő 2015-ben. 2015 az keményen elmúlt, és Martin nem jött meg. Na most talán emlékeznek, hogy mit látott. Például látta a Mr. Fusion elnevezésű fúziós reaktort az autóba építve. Hú, de jól jönne ez most itt ugye a gázáremelések idején. Na most erről lesz egy előadás. Pontosan volt már a fúziós reaktorokról, ugyanaz az előadó, itt mindig ilyen kis kék kockában mutatom a különböző atomcsillagos hivatkozásokat. Zoratnik Sándor beszélt már néhány évvel ezelőtt, és most a legfrissebb eredményeikről, amiket a nagy nemzetközi együttműködéssel épülő fúziós reaktorral kapcsolatban értek el, erről lesz majd szó novemberben. Na most Martin nem csak ezt látta, hanem antigravitációt is látott, hogy először is maga az időgép
gép is át volt alakítva antigravitációs autóvá, természetesen volt neki antigravitációs gördeszkája, és antigravitációs drónok sétáltatták a kutyákat. Hát valószínűleg Marty megkevarta az idővonalat, és valamiért nem találták fel az antigravitációt 2015-ig, minden esetre nem történt ez meg. Szóval baj van, baj van. Na szóval foglaljuk össze. A múltba való utazás az paradoxonokat okozna. Megzavarná az oksági viszonyokat, bár mi az, hogy oksági viszony, nem tudom, ismerik-e ezt a plakátot, oda van írva, hogy a dinoszauruszok nem ittak sört, ki is halt mindegyik. Ez mind a két állítás kétségtelenül tény, sőt, még időrendben is vannak, de azért nem mondhatjuk, hogy egyik oka a másiknak. De az, hogy mi az ok és mi az okozat, azért nem olyan egyszerű, hogy egyik előbb volt. Ezt azért alaposabb vizsgálatnak kell alávetni. Na, a lényeg az, hogy nem tapasztalunk ilyen okság zavaró problémákat, legalábbis legtöbben nem láttunk ilyeneket. Most a fizika kísérleti tudomány, mielőtt kimondanánk a verdiktet, végezünk egy kísérletet, mit kell csinálni? Hát közé tették az interneten azt, hogy keresünk időutazókat. Legyetek szívesek péntek délután megjelni ebben a londoni kocsmában, igazoljátok hitelt érdemlően, hogy időutazók vagytok, és akkor be van bizonyítva, hogy létezik időutazás. Nem jelent meg senki. Itt a plakát. Még volt egy ilyen welcome plakát is. Nem jött senki. Hát ezek után akkor kimondhatjuk, hogy az időutazás nem létezik. Itt a vége az előadásnak. Köszönöm szépen a figyelmet. Na azért mégsem. Azért gondoljuk meg ezt egy kicsit alaposabban. Kérdés az, hogy ez, hogy az időutazás nem létezik, ez egy igazi fizikai törvény, ami beilleszkedik a fizika teljes képébe, le lehet vezetni az ismert alapelvekből. És az a furcsaság van, hogy a helyzet az más. Ha jól megkapirgáljuk ezeket az alapelveket, abból az következik, hogy időutazás lehetséges, sőt majdnem szükségszerű. Ezt szeretném itt a következőkben megmutatni. Mindesetre ehhez meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi az az idő, mit nevezünk egyáltalán időutazásnak, és mik is a fizika alapelvei, amikre itt hivatkozni szeretnénk. Azt hiszem, egy kicsit máshova megyek, mert most idézeteket fogok felolvasni, és ezt jobb lesz, hogyha látom. Hát az idővel kapcsolatban mondott valaki ilyen nagyon érdekes dolgot, mi az idő, hogy ha nem kérdezik tőlem, akkor tudom. Ha kérdezik, akkor meg nem tudom. Ezt Szent Ágoston mondta 300-as években. Aztán volt egy ilyen nagyon praktikus megfogalmazás, az idő az, ami megakadályozza, hogy minden egyszerre történjen. A tér meg megakadályozza azt, hogy minden ugyanitt legyen, mondjuk minden velem történjen. Ez John Wheeler mondta, nagy amerikai fizikus, néhány éve halt meg, és egy csomó Nobel-díjasnak volt a mestere. De van, aki egészen mást mondott, azt mondja, hogy az idő illúzió. Az, hogy okozat, meg ilyesmi, ezek az érzékszerveinknek, meg berendezésének a következményei, a dolgok valójában egy álló örök mostban történnek. Ezt Thomas Mann mondta, vagy írta, ember azt mondja, jó, hát itt már elhangzott, hogy bölcsészek, akik nem értenek a fizikához. Na mondunk még hasonlót. A múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csak illúzió, még ha olyan makacs is. Talán tudja valaki, hogy ki mondta ezt? Albert Einstein. No szóval, nézzük meg, hogy mik azok az alapelvek, amiket itt fel kell használni. Jelenleg azt mondjuk, hogy a fizikában van három nagy univerzális elmélet, ami saját bevallása szerint mindenhol igaz. Az egyik a speciális relativitás elmélet. Ezt 1905-ben találta ki Einstein. Érdekes módon mind a három alapelmélethez tartozik egy nevezetes állandó, egy fizikai állandó, ugye ez a fénysebesség, amit C-vel szoktunk jelölni. A másik, ja, természetesen erről is volt atomcsill előadás, ott föl van írva, ha valakit érdekel, akkor megnézheti, ott nagyon részletesebb elementünk a relativisztikus paradoxonoknak a problémakörébe. A másik az a modern gravitáció elmélet, amit véletlenül szintén Einstein csinált meg, ennek a jellemző adata az a gravitációs állandó. Ugye Newton már bevezette ezt a gravitációs állandót, és a jelenlegi gravitáció elméletben is szerepel ez. Erről is volt természetesen előadásunk, a ötvös Lorentzzel kapcsolatban, vagy az ötvösnek a munkásságából, hogy következik Einsteiné, tehát hogy épül rá a modern gravitáció elméletnek az alap gondolata ötvösnek a kísérleteire.
A harmadik alapelmélet az a kvantum elmélet, amit a Planck állandó, amit ilyen H-vonással szokás jelölni. Ez hosszasan alakult ki sok tudósnak a keze alatt, 1923-tól lényegében 48-ig ért el azt a fogot, azóta is fejlődik persze, de amikor már nagyjából úgy fogalmilag kialakultnak tekinthető. Ez a három elmélet mindegyik azt mondja, hogy univerzális és az egész valóságra érvényes. Na most, ha kettőt, erről is van, nem is egy, hanem sok előadásunk van a kvantum elméletről. Ha ezeket elkezdjük egyesíteni, akkor majd megkapunk valami mindenség elméletét, amit nagyképűen szoktak emlegetni, mert pont azt jelenti, hogy ilyen még nincs. A kettőt egyesítettek, a speciális relativitás elmélet és a gravitáció egyesítése az az általános relativitás elmélet. A speciális relativitás és kvantum elmélet egyesítése az a 40-es, 50-es években megszületett. Ez a kvantum mező elmélet, amivel itt sokan foglalkoznak, és voltak is róla atomcsiderodások lesznek. Másik kettő technikaiokból nem akarják egyesíteni, viszont a hármat együtt igen. Az lenne a nevezetes kvantum gravitáció elmélet, amit már többször elmondtam, hogy 2052-ben adják ki majd a Nobel-díjat a jelenlévőknek, vagy az önök tanítványainak. Szóval tessék igyekezni, mert már nincs olyan messze, de a 2052. Addigra kész kell lenni a kvantum gravitációs elméletnek. Na most, itt a térről meg az időről van szó, tehát ezért az ember azt gondolja, hogy elég az első kettőt, a speciált meg a gravitáció elméletet egyesíteni, tehát az általános relativitás elméletet, röviden az ember csak speciálnak meg általának mondja ezeket, hogy ne kell annyit írni meg beszélni. Ezeket használjuk majd az időutazáshoz, gondolta Móriczka. Majd kiderül, hogy kvantum elmélet nélkül nem lehet megérteni az időutazást sem. Mindesetre egyelőre áthúzzuk a Planck állandót, és csak a többiekkel foglalkozunk. Na mit is értünk, mit jelent az, hogy időutazás? Hát ugye ez valami utazás a múltba vagy a jövőbe, és persze az ember szeretne visszatérni. Mi szükséges ehhez? Hát minden könyvben elolvashatja az ember, hogy mi szükséges. Van néhány alapfeltevés, amit nem mondanak ki, mert annyira magától értetődő. Az egyik az, hogy a múlt meg a jövő létezik. Ugye a jelen az létezik, és mondjuk Tájföld is létezik, tehát hogyha én el akarok utazni, nyaralni Tájföldre vagy Dubájba, akkor el tudok menni, mert senki nem vonja kétségbe laposföldhívőkön kívül ezeknek a helyeknek a létezését. Oda lehet menni, és amikor nem vagyok ott, akkor is van. Tehát ott történnek dolgok, mindenféle érdekes vagy kevésbé érdekes dolgok. Valahogy az ember azt gondolja, hogy a múlt és a jövő is ilyesmi, tehát ott léteznek, és ha oda megyek, akkor bekerülök az ottani eseményekbe. Amikor az embert megkérdezik, akkor nem ezt mondja, a múlt már elmúlt és nem létezik, csak az emlékekben, a jövőre meg még csak gondolunk, még nincs. De amikor oda akarunk utazni, akkor vagy fel kell tenni, hogy ezek vannak. Jó? Ez az egyik kérdés, tehát az egzisztencia probléma, hogy létezik-e ez, ahova akarunk menni. A másik kérdés az, hogy flexibilis. Ha oda megyek, akkor valami megváltoztatom. Már pusztán azzal, hogy megjelenek. Mert meglát valaki, és azt mondja, hogy jé, vagy hátra lépés egyszer eltapos egy hangját, és ezzel megváltoznak az események. Tehát az, hogy oda megyek, azzal megváltoztatom az ottani eseményeket. Hát ezt is feltesszük, hiszen arról szólnak az ilyen történetek, hogy valami változást hozunk létre. A harmadik az, hogy létezik egy úgynevezett bioidő. Tehát amikor én előre megyek 1000 évvel, akkor nem lenne jó, hogyha megérkezne az 1000 éves múmiám, és ott nem tudna semmit se csinálni. Azt szeretném, hogy én 5 perc, vagy mit tudom én, a szadistább regényekben 2 hétig ülök az időgépbe, aztán lesoványodva és éhesen kimászom ott a jövőbe, ahol természetesen kannibálokkal találkozom, akik engem akarnak megenni, de túl sovány vagy. Szóval stb. Tehát lényeg az, hogy az én saját belső időm, amit a lelki világon meg az órán mutat, az eltér attól, ami a külvilágban van, és amikor én odébb megyek, akkor az hát olyan, mint amikor repülővel gyorsan átmegyek, és ott akkor más órát mutatnak a helyi órák. A negyedik az, hogy létezik az olyan idővonal, tehát az eredeti idővonal, az emberiségnek a változatlan, perturbálatlan, még az időutazás feltalálása előtti igazi története, amit aztán ezek a mindenféle időutazók egy kicsit megzavarnak, és hát a főhősök vagy az ellenhősök azok igyekeznek ezt visszaigazítani az eredeti idővonalhoz. Az előbb már említettem ezt, hogy Marty megzavarta az idővonalat, ezért nincs most antigravitáció, és ezért nem tudok itt 3 méter magasan lebegni, hogy mindenki jól lássa. No, szóval ezek az alapfeltevések. Vannak egyéb speciális feltevések különböző könyvekben. Ezek könyvenként eltérnek attól függően, hogy találta ki az író. Például
fizikai törvénynek tételezik föl azt, hogy ugyanaz az anyag kétszer nem lehet ugyanazon a helyen. Ez egy csomó regényben probléma, ugye bajba került a főhős a múltba. Legegyszerűbb lenne, hogyha ő maga egy héttel később visszamenne ugyanabba a percbe és megmentene magát, tudja, hogy hol van bajba és mit kell vele csinálni. De mivel kétszer ugyanaz nem lehet, ezért hosszas bonyodalmakkal meg kell szervezni, hogy mások menjenek megmenteni. Ha nem lenne ilyen törvény, akkor a regény három oldal után véget érne. Nem? Aztán nem találkozhatsz önmagaddal. Jaj, mi történik? Hát van olyan, ahol a főhős találkozik önmagával, sőt, ezt félve mondom, még ágyba is bújik önmagával. Ezt a 40-ben írták ezt a francia könyvet. Na, lényeg az, hogy ez is lehetséges ilyen törvény. Aztán nem lehet mintát hozni a múltból, mert az megzavarja az idővonalat. Vagy nem árulhatsz el semmit a jövőből visszamenőknek, vagy a jövőről. Például van egy olyan magyar történet, amikor valakik visszazökkennek Mátyás király korába, és Mátyás persze azt kérdezi, hogy győzök-e a török ellen, és inkább nem beszélnek Mohácsról, aztán majdnem lefejezik őket, mert hogy nem beszélnek, pedig azért jöttek elvileg, hogy tanácsot adjanak. Aztán van például ilyen történet, vagy egy szabály, hogy amíg a jövőben tartózkodsz, vagy a múltban, mondjuk egy hetet ott vagy, akkor otthon is eltelik egy hét. Hát egy rendes időgép oda megy, ahova akar, nem kell, most nem késem le a saját esküvőm, mert azért, mert közben egy hétig lumpoltam valahol. De hát van olyan, ahol ez a szabály. Kérdés, hogy ezek az itt felsorolt szabályok, ezek mennyiben tekinthetők fizikailag megalapozottnak, hát a legtöbb természetesen nem. A módszer az, hogy ezeket összehasonlítjuk a fizika valódi törvényeivel. Tehát a hallgatólagos alapfeltevések közül a bioidő az, ami leginkább valószínű. 1905, tehát a speciális relativitás elmélet születése óta tudjuk, hogy például, ha elmegy egy űrhajós, akkor ő neki másképp telik az ideje, és akkor visszatér, ugye időparadoxon meg egyebek, erről sok szó volt itt a különböző előadásokon, nem ugyanannyi idős, mint amennyit a Földön maradt testvérünknek az életében eltelt. Tehát van egy külön szubjektív, és persze ez olyan értelemben objektív, hogy nem csak az ő érzése szerint, hogy jaj, most nagyon unatkoztam, ezért lassan telik az idő, hanem tényleg az órája, meg a test folyamatai és azt szerint járnak. Tehát a bioidő az legalábbis reális. Következő az, hogy a múlt és a jövő létezik. Ugye ez tekinthető a legfurcsábbnak. Egészen meglepő, hogy itt a mai előadáson amellett fogok érvelni, hogy ez igaz. A múlt és jövő módosíthatósága, ez ugye a központi konfliktus a regényeknek, meg a filmeknek, na ezzel lesznek a problémák. Lehet-e módosítani, vagy nem? Speciális feltevések nagy része az olyan, hogy az író találta ki azért, hogy a regény bonyolultabb legyen. Tehát, ha nem lennének ilyen dramaturgiai problémák, akkor hamarabb be kéne fejezni, mert túl egyszerű a sztori. Tehát a könyvek nagy részében ezeket a mesterségesen csinált fizikai vagy társadalmi illemszabályokat kerülgetik ki. Érdekes módon az, hogy a múltban vagy a jövőben tartózkodás alatt ugyanannyi idő telik el oda-haza, ez egy bizonyos típusú időgépnél esetleg reális, erről majd lesz szó, hogyha ugye hát egy lépcsős létrás időgépet építünk, akkor ennél ez a szabály ez tényleg érvényes. Majd le fogom rajzolni, hogy hogy működik ez az időgép. No, hát akkor nézzük meg, hogy mik a részletek. Hát utazunk a jövőbe, természetesen ezt mindenki meg tudja csinálni. 3600 szekundum per órás sebességgel mindenki halad a jövő felé. Hát ezzel nincs gond. Múlt felé menni kicsit bonyolultabb lenne. Na, esetleg kicsit gyorsabban jussunk el. Hát ennek is van egy módszere, az alvás. Kikapcsoljuk a bioidőt, alszunk 6 órát, és akkor hirtelen már 6 órával később találjuk magunkat. Ha kicsit hosszabban akarunk menni, akkor a hibernáláshoz kell folyamodni, ami a alvásnak a technikailag megerősített verziója. Erről van egy zseniális lengyel film, nem tudom, látta-e valaki, az volt a címe, hogy Sex Misszió. Elkerülnek az emberek a jövőbe, hibernálták őket, aztán fölébresztik, és ott a nők uralkodnak. Ez egy, amikor a 80-as években készült, nagyon ötletes és nagyon jól megcsinált film, érdemes megnézni, itt a videókazettája. A következő lehetőség az űrutazás, hogy erről már volt szó, hogyha az ember relativisztikus sebességekkel mozog, ami a speciális relativitás elmélet leírja, akkor ha visszajön, akkor ő sokkal fiatalabb, mint akik itt maradtak a Földön. Most ez nem csak néhány hónap vagy néhány év, hanem akár évszázadok is lehetnek, attól függően, hogy milyen gyorsan és milyen messzire űrutazik. Erről sok jó és még több rossz könyvet írtak.
Mindenesetre az űrhajós egy megváltozott társadalomba tér vissza, és hát akkor ott vagy nem tud beilleszkedni, vagy túlságosan jól érzi magát, vagy vadembernek nézik, vagy kidobják, vagy egyebek. Az egyik nagyon érdekes könyv, ez a Strugacki testvéreknek az Ugrás a jövőbe című regények, ott egy űrhajós visszatér a megvalósult kommunizmusba, és nagyon furcsa módon nem érzi jól magát. Ezt megírták a 60-as években, mi sorok között. A másik, nem aki világ életében pesszimista volt, egy Visszatérés című könyvben egy ilyen sztorit írt le, hát ettől az embernek elmegy az életkedve, szóval nagyon, nagyon jó és nagyon érdemes elolvasni. Mindenesetre az ember érzi, hogy ez nem az igazi űrutazás, főleg azért, mert nem lehet visszamenni. Tehát elmentünk a űrhajóval a jövőbe, és ha úgy megyünk el a jövőbe, hogy valamilyen technikailag megsegítjük, és még szeretnénk is visszajönni, na ezt hívják időgépnek. Az időgépet Herbert George Wells találta fel, mármint ezt a nevet, hogy Time Machine, 1895-ben jelent meg, ez már nem, nyilván nem az a kiadás, ez egy későbbi kiadás, tehát 1895-ben írta meg, ez Wells egy kicsit későbbi korban, a magyar legfrissebb kiadás így néz ki, de már 1900-ban lefordították, és magyarul is megjelent, és maga az időgép fogalom is magyarul ekkor jelent meg. Ez pedig maga az időgép. De ezt nagyon alaposan leírta a könyvben, és annak alapján többen megépítették a modelljét, tehát ez egy ilyen szék, amin ugye mindenféle kapcsolók vannak, meg nagy műszerfal, ami mutatja, egy órán is meg lehet nézni, neki egy ekkora nagy számlap kellett, ami mutatja az évszázadok elteltét, és így tovább. Ma már biztos zárt fülkét építenénk. Isten tudja, hogy a légkör hogy romlik, meg lesz-e még a Földnek légkör egy millió év múlva, meg hasonlók, vagy lélegezhető lesz, vagy esetleg lövöldöznek. Szóval csak egy ilyen, akkor még a hintók is ilyen nyitottak voltak, még nem nagyon lőtték le az elnököket. Szóval valahogy így nézett ki az időgépe, amivel elment, aztán 8 millió év múlvára, aztán mindenféle bonyodalmak történtek vele. Mindesetre ez már előre és hátra is mozog az időben, és ezért irányítható. Íme itt egy ilyen, mint a hajóknak, ahol 30 mérfölddel előre, stb. Hát akkor itt a jövőben meg a múltban lehet húzni a kart, amivel ezt irányítani lehet. Kérdés az, hogy hova megy az időgép. Hát időben akárhova, és térben. Hát a legtöbben azt gondolják, hogy térben marad, hiszen van a négy dimenzió, a három térdimenzió, meg a negyedik az idő, és az idődimenzió irányában marad, térben marad ugyanott. De mi a fene az, hogy ugyanott? Aki tanult elemi fizikát, azt tudja, hogy a fizikában nincs olyan, hogy ugyanott. Ők annak idején úgy gondolták, hogy a Földnek ugyanazon a pontján lesz. Wells is beült az időgépbe, és meghúzta a kart, és ott eltűnt körülött a ház, aztán piramisok nőttek, aztán erdő, aztán tengerpart, meg egyebek, de fizikailag ugyanott volt. De ha meggondoljuk, például a Visszajövőbe című könyvben is ugyanez a sztori, talán emlékezzek, amikor jön vissza a kovboly korszakból a vasúti sínen, és előtte megjelenik a időközben felépített vasúti híd. Képzeljék el, hogy egy méterrel odébb jelent volna meg, hát akkor az a szágoldó autó az bizony a szakadékba ment volna, de hát ezt így természetesnek veszik. Na hát ez fizikailag marhaság. Itt a Föld, itt a időgép, de hát a Föld mozog. Például kering a nap körül. És a nap is mozog, kering a tejútrendszerben, de egyáltalán mi az, hogy abszolút hely? Nincs olyan, hogy abszolút tér, nincs olyan, hogy abszolút koordináták, hogy ugyanott. Miért pont a Földhöz kéne ragasztani? Szerencsétlen időgép a Föld elmoccanására úgy lerepülne róla, hogy ha nincs fülki, akkor hamarosan a vákumban találna magát. Van még egy harmadik típusú mozgás, hogy a Föld kéreg is mozog. Képzeljék el, hogy 1 millió év múlva a pofa 1000 méter mélyen egy hegybe temetve találja magát, vagy pedig egy tenger fölött lebegve, aztán potty. Szóval érzi az ember, hogy ez az ugyanott, ez nagyon nem működik magában. Ami viszont abszolút, az a téridő. Téridő az objektív, csak a koordinátázással vannak mindig problémáink, tehát hogyha jól csináljuk, annak meg lehet határozni egy pontját, téridőben valahol valamikor történik, valami oda lehet menni, és ezért egy tisztességes időgépnek nem csak egy olyan műszerfalának kéne lenni, mint a Martinek az autója annak, hogy beállítjuk a másodperc pontossága az időt, hanem a helyi koordinátákat is meg kéne adni, melyik naprendszer, melyik bolygójának, melyik városának, melyik kerület, hova kéne megérkezni. Na, a következő kérdés, ami a könyvekben vagy filmekben felmerül, hogy mi utazik az időgéppel? Hát csak az ember. Ezért
Schwarzi a Terminátorban mesztelenül jelenik meg, a Módban, meg a többiek is. Ezt többen úgy fejtették meg, hogy Schwarzi mutogatni akarta a szép izmos testét, és ezért tettek be mindegyik ilyen filmben egy mesztelen jelenetet, ahol az idő jövőből megérkezik. Hát nyugodtan, és akkor az első jelenetek azzal telnek el, hogy ruhát kell magának rabolnia. Ez nagyon rossz kihasználás a Módban töltött időnek. Hát mondhatjuk azt, hogy megy vele a ruhája is, meg hát megy vele a hátizsákja, meg benne a géppisztoly, meg egyéb, ami kell a múltbeli kalandozáshoz. Hát ezek mind olyan dolgok, hogy aki fizikailag egy kicsit végig gondolja, az emberi testnek, a ruhának nincs éles határa. Most meddig tart az a rész, amit elvisznek a múltba? Hogyha úgy gondoljuk, hogy valamiféle erőt érhat rá, persze mindenből tudnak horror csinálni, tehát volt, hogy kilógott az illetőnek a keze az időmezőből, és a keze ott maradt, miközben őt eltranszportálták a jövőbe. Szóval mindenféle furcsaságokat lehet erre gondolni. Ezek mind fizikailag értelmetlenek. Egyetlen értelmes gondolok az, hogy valamiféle tartomány, amit a gép, vagy időgép, vagy Isten tudja micsoda masina, az lezár, és akkor az megy, ez az egyetlen elfogadható. Most hogy néz ki az időgép? Hát akkor itt már fantáziák megindulhatnak, ilyen szépséges dolgokat találtak ki. Természetesen itt fölmerül még egy kérdés, hogy megy-e maga az időgép? Időgép az olyan, mint egy parittya, hogy kilövi az embert a jövőbe vagy a múltba, aztán intézd el, hogy visszajössz, vagy pedig megy veled a gép, és akkor ott újból be tudod programozni. Megint csak a visszajövőbe a sztorinak egy része az, hogy a gép megy, de az üzemanyag nem. És ezért akkor, hogy szerezünk egy kis plutóniumot a múltban, meg ilyen problémák merülnek fel. Jó? Minden esetre, ha valami időmezőt hoznak létre ebbe a tartályba, akkor oké. Na, következő kérdés, hogy meddig lehet utazni az időgéppel? Hát egyrészt mondhatjuk, hogy akárhova, vagy akármeddig. Van egy érdekes elképzelés, hogy csak az időutazás feltalálása utánra lehet. Valamikor bekapcsolták az időképet, onnantól kezdve az örökké létezik, mint egy létra nyúlik föl a jövőbe, itt feltalálták, innen fölfele lehet mászni, de lefele nem lehet mászni, mert ott nincs létra. Tehát az a pillanat, amikor felfedezték az időutazást. Erről van egy nagyon érdekes magyar regény, a cím, hogy az időutazás napja. Na most mit csinálnak a jövőbeli unatkozó időturisták? Hát visszamennek megnézni az erődöket. Melyik a legizgalmasabb nap? Hát az, amikor felfedezték az időutazást. A legrégebben, amikor vissza lehet menni. Hirtelen, egy percben több milliárd időturista jelenik meg a különböző jövőkből, és ellepik a Földet, és egyszerűen élhetetlenné teszik. Nagyon érdekes könyv, érdemes végig gondolni. Ennek azóta két további folytatása is megjelent, de a stílszerű legyek még nem volt időm elolvasni. No, és akkor most az előbb már volt arról szó, hogy mit mondanak a fizika alapelvei, mik is a fizika alapelvei. Most koncentráljuk arra, hogy mit mond a speciális relativitás elmélet, mit mond konkrétan az időutazással kapcsolatban. Erről volt egy előadás, nemrég tettük fel a netre nyáron valamikor, a relativisztikus paradoxonokról, nagyon részletesen elmeséltem, ami most itt következik, tehát annak a részleteiben most nem tudok belemenni, csak hivatkozom rá. Speciálisban nem érvényes a múlt, jelen, jövőnek a hagyományos fogalma. Hogy képzeli ezt az ember hagyományosan? Innentől kezdve minden rajzon fölfelé múlik az idő, kivéve amikor külön szólok. Tehát ez itt egy testnek, űrhajónak vagy részecskének a téridőben leírt pályája. Jobbra múlik a tér, függőlegesen múlik az idő. Valahol van egy esemény, és vannak a vele egyidejű események. Ezt hívjuk röviden úgy, hogy most. Tehát itt vagyok én most, és akkor van egy csomó más esemény máshol, de ugyanekkor. Ezt az ember így lerajzolja, hogy az a jelen. Ami mögötte van az időben, az volt, hogy a múlt, és ami előtte van, az a jövő, tehát ezeket elnevezzük. Ez van a klasszikus fizikában, és ez él az embereknek a fejében, ez a világkép. Ehhez képest a speciális relativitás elmélet egészen más mond, hogy a téridő minden eseményének van egy úgynevezett kauzális környezete, kauzális struktúrája. Nagyon
idegenül hangzik, a kauzalitás ugye azt jelenti, amiről már korábban beszéltünk, az okságot, tehát hogy rendeződnek itt az adott esemény körül az ok-okozati viszonyok, ezt kell megbeszélni. Tehát itt egy esemény, és meg kell rajzolni két, most akkor ugye egy térdimenziót rajzoltam, hogy egyszerűbb legyen, majd később lesz több térdimenzióról is szó, meg kell rajzolni a két úgynevezett fénykúpot, ezeket hagyományosan 45 fokos meredekségre szokták rajzolni az ábrákon, ez pont annak felel meg, hogy olyan mértékegységrendszerben dolgozunk, ahol a fénysebesség az egy. Tehát ez a úgynevezett fénykúp. Ez a fénykúp felosztja a téridőt, úgyhogy fölötte van az abszolút jövő. Ez akármelyik megfigyelőnek jövő. Ugye arról szól a relativitás, mert különböző megfigyelők másképp koordinátázzák be a téridőt, más tekintenek, más időadatot rendelnek egy-egy eseményhez, de ami ott fönn van, az mindegyiknek egyértelműen a jövője. Ami az alsó részben van, az mindenkinek egyértelműen a múltja, ami meg itt két oldalt van, az a jelen. Természetesen az ember itt rögtön elkezdhet politizálni, hogy van bal jelen, meg jobb jelen, de nem. Az a kettő az ugyanaz, mert ha egyel több dimenziót csinálnánk, akkor meg kéne forgatni, és ebből egy kúp lesz, és az ott körbe összefügg, tehát az ugyanaz. A lényeg az, hogy van ez a jelen. A jelen az a klasszikus fizikában egyetlen egy ilyen vékony réteg volt, itt viszont egy kiterjedt tartomány. Na most, hogy lehet ezt összekapcsolni az oksági viszonyokkal? Ugye itt van ez a bizonyos mozgás a részecskének. Azt kell megjegyezni, hogy úgy tud csak mozogni, hogy az abszolút múltból érkezik a vizsgált pontba, és az abszolút, abszolút jövő irányába megy. Nem mehet ki a jelenbe. Miért? Mert akkor, ha az ilyen zöld vonalon megy, ami a alsó részből a felső részbe megy, akkor a sebessége kisebb a fénysebességnél. És mivel a fénysebesség az abszolút határ, annál gyorsabban nem lehet menni, ezért csak erre lehet menni. Ha például egy ilyen vonalat rajzolnék, és azt mondanám, hogy ez egy részecskének a pályája a téridőben, ez gyorsabban menne a fénysebességnél. Tehát V nagyobb lenne C-nél, ezek tiltott vonalak, tehát ilyen mozgások nincsenek. Hogy függ ez össze az oksági szerkezettel? Itt van ez az O esemény, az az origója itt a történetünknek, körülötte megrajzoljuk itt a fénykúpot, hogyha valahol a múltjában, az abszolút múltjában van egy P, az egy másik esemény, akkor a P az lehet az O-nak az oka. Az O például az, hogy most itt én iszom egy sört. A P pedig az, hogy valaki egy órája hozott nekem ide egy sört. Ez sajnos nem történt meg, de megtörténhetett volna. Ha megtörtént volna, akkor ott lenne abban az abszolút múltban. Na most, a felső tartományban levő eseményeknek viszont lehet az oka az, ami most történik. Ha én most fölhívom a fütárcéget, hogy hozzon egy sört, akkor egy óra múlva itt lesz, az valahol a felső negyedben lesz, és akkor a mostani hívásom okozta azt. Ha viszont itt kint ebben a jelen tartományban van egy esemény, akkor az nincs oksági kapcsolatban. Se én nem tudok oda üzenni, mert ahhoz fénysebességnél gyorsabban kéne üzenni, se ő nem tud rám hatással bírni. Ezért teljesen mindegy, hogy mekkora koordinát adok, megmondom, hogy ugyanannyi az idő ott, mint most, vagy kisebb vagy nagyobb, ez attól függ, hogy kinézi, de nem befolyásolja az oksági viszonyokat. Na ez, amit úgy hívunk, hogy a téridő kauzális struktúrája. Tehát egy-egy adott pont környékén ezt kell megjegyezni. Tehát a relativitás elméletem ennyi alapvető mondani valója van már is az időről, ami nem ugyanaz, mint a klasszikus fizikában, meg a köznapi elképzelésekben. Na most mi van, ha többen nézik? Itt van például egy ilyen vonal. Mi van, ha valaki gyorsabban menni a fénysebességnél? Miért nem lehet gyorsabban menni? Tegyük föl, hogy egy űrhajó begyorsított. Ezeken az ábrák, hogyha 45 foknál laposabban megy, akkor megy gyorsabban a fénysebességnél. Tehát látszik, hogy így megy lassan, aztán gyorsított, és egyre viszintesebben ment. Van ott egy pont, ahol pont 45 fok az ábra a görbe meredekség, ott meghúztam az érintőt, az a fénysebesség. Tehát abban a pontban elérte a fénysebességet, később aztán lassít, és megint lelassít a fénysebesség alá. Tehát ez A és B pont ennek a történetében. Tehát az A és B pont között ez az űrhajó az gyorsabban ment, mint a fénysebesség. Tegyük fel, hogy van ilyen. Most nézzük meg ezt egy másik megfigyelő szempontjából, egy másik inerciarendszer, ami ehhez képest valahogy bizonyos sebességgel mozog. Ez a megfelelő előadásban benne volt, hogy kell megszerkeszteni annak a másik megfigyelőnek a koordináta tengelyeit. Hát ide lilával rajzoltam be, a felső lila a
másik megfigyelőnek, mondjuk egy mozdonyvezetőnek, vagy egy másik űrhajónak a időtengelye, az alsó lila vonal az pedig a X-tengelye. Na most, hogyha ennek a másik megfigyelőnek a szempontjából rajzoljuk le, akkor persze ő X2-es és T2-es tengelyét rajzoljuk függőlegesen meg vízszintesre, és ha berajzolom ezt a fekete vonalat, akkor az így néz ki. Tessék megnézni, hogy van két pont, a C és D, ahol metszi a lila vonalat, az a fekete. Ha megnézzük ezt a másikon, mi történik? A C és D között a mosthoz képest visszament a múltba ez az űrhajó. Tehát ami az egyik rendszerben egyszerűen csak egy fénysebességnél gyorsabban mozgó űrhajók, az a másik rendszerben egy időgép. Hát ilyen egyszerű időgépet csinálni a Spetzrel szerint, menjünk gyorsabban a fénysebességnél. Csak hogy nem lehet gyorsabban menni a fénysebességnél. Egy űrhajóval nem, de hogyha három különböző irányban kilőrnénk három ilyen űrhajót, amik gyorsabban mennek a fénysebességgel, és ezek egymással utána rádiójeleket váltanak, akkor meg lehetne csinálni, ezt meg lehet szerkeszteni megfelelő diagramokon, hogy a saját múltamba üzenek. Tehát például megüzenem szombat este, meghallgatom a rádióban, vagy a neten megnézem a lottószámokat, és ma reggelre megüzenem magamnak három ilyen űrhajó segítsége, és ma megjátszom. Jó? Amúgy, hogyha van időgép, akkor esetleg össze lehet adni itt az előadás végén 1 000 000 forintot, veszünk egy csomó lottószelvényt, és akkor holnap este utána lisztelünk, jó? Tehát, ha bíznak abba, hogy vissza tudjuk üzenni ma reggelre, hát ha Mikulás meghozta a pendrive-et, akkor ezt is lehet. No. Mindesetre az időgép tilalma, hogyha azt mondjuk, hogy nem létezik időgép, az egyben a fénysebesség átlépésének is a tilalma, és viszont. Jó? Na most, hogyha ez szerint lehetne, akkor most van, vagy nincs időgép. Most hogy is van ez? Menjünk egy kicsit tovább. Most ne fotonrakétát gyorsítsunk, hát az drága. Gyorsítsunk egyszerűen elemi részecskét. Képzeljük el, hogy itt megy egy elektron, mint elemi részecske, és kibocsát fotonrakéta. Mit csinál a fotonrakéta? A fényt bocsát ki, és azon löki magát. Hát ez kibocsát magából egy darab fotont, és ezzel begyorsítja magát. Tegyük fel, hogy annyira begyorsított, hogy most már gyorsabban megy a fénynél. Tehát ez a piros, ez a laposan a fénynél gyorsabban mozgó elektron. Hát aztán egyszer csak telibe talál egy másik foton, épp szembe jön, lelassítja, és akkor megint tisztességes fénynél lassabb elektronná válik. Aki itt az egyetemen már hallott ilyenekről, talán felismeri, hogy ezek a Feynman diagramok. Feynman ilyen ábrákra fordította le a matematikai képleteket, hogy szemléletesebbek legyenek, utána persze ki kellett számítani azokat az integrálokat, de ilyen ábrák segítségével jósolták meg 1949-51-ben 10-tizedes pontossággal az akkori fizikának a legpontosabb részecske fizikai eredménye, egész fizikának a legpontosabb eredményt, azt utána megmértek és stimmelt, ilyen ábrák alapján számították ki, tehát nem pusztán játék. Na most nézzük meg ezt az elektronnal és fotonokkal történt sztorit egy kicsit másképp, egy ehhez képest mozgó űrhajónak a rendszeréből. Hát jön az elektron meg a foton, oké, de közben, ugye az a két esemény, megegyeztünk már az előbb a gyorsító űrhajónál, a sorrendjük megváltozott. Tehát azon a szakaszon az elektron visszamegy a múltba. Jaj, de furcsa. Visszamegy a múltba. Hogy kell ezt érteni? Képzeljük el, hogy itt nézem a alulról fölfelé próbálom mutatni az egérrel. Nem tudom, látszik a kamerában az egér, vagy a közvetítésben? Látszik. Tehát itt vagyok a múltban, itt egy darab elektront látok. Aztán egyszer csak megérkezem ebbe a pillanatban, itt megjelenik két elektron, az egyik a jövőben megy, a másik múltban. Ezen a szakaszon három elektron van. Aztán itt kettő eltűnik, és itt megint csak egy lesz. Aki követi az ortai verseny feladatait, talán emlékszik Pista bácsinak és a szuperszonikus mentőoltóknak a történetéről, meg lehet nézni, meg lehet oldani, az is meg fog jelenni majd a fizikai szembe, ugyanígy néz ki ott a megoldás ábra. Na de ezt az emberek másképp interpretálják. Próbáljuk egy kicsit másképp érteni ezt a történetet. Jött itt alul egy foton, és kibocsátott egy pozitront, meg egy elektront. Ezt hívják úgy, hogy párkeltés. Tehát a múltba menő elektron helyett odarajzolok egy jövőbe menő pozitront, és akkor mindenki érti, hiszen ilyenekről már olvasott a mesekönyvekbe, hogy egy foton létrehozhat egy elektron-pozitron párt, ott az a kék elektron, ami megy jobbra, és a sárga pozitron, ami megy balra. A sárga pozitron viszont később találkozik az eredetileg meglévő elektronnal, és utána egyesülnek egy annihilációs folyamattal, és foton lesz belőle. De egész egy kicsit bonyolultam, mert egy fotonnal ezt nem lehet megcsinálni, kettő kell hozzá, de a lényeget ezt így el lehet képzelni.
Ugyanaz a folyamat, amit úgy képzeltünk el, hogy a múltban menő elektron van benne, mert hogy egy fénnyel gyorsabban mozgó elektront másik koordinátorrendszerből így nézünk ki, az úgy tekinthető, mint egy pozitron jelenlétében lezajló folyamat, és akkor ez egy közönséges részecske fizikai eseménysorozat, amiben nincs semmi extra, vizsgázni lehet belőle itt az egyetemen. És kiderül, hogy tényleg az történik, hogy a pozitronokat a részecske fizika, pontosabban a kvantummezőelmélet technikailag úgy írja le, mint múlt irányba haladó elektronokat. Ez ott csak egy technikai lépés, de ha valaki erre az ábrára gondol, akkor azt mondja, hogy hát ennek ebben esetleg van valami. De ez még persze mindig nem az időkép. Na most az előbb már lerajzoltam ezt a fénykúpot egy dimenzióban, próbáljuk több dimenzióban elképzelni. Hát akkor ugye visszintesen itt van X tengely volt, most akkor legyen X és Y, akkor meg kell forgatni az ábrát, és akkor kapjuk, amit igazából fénykúpnak szoktak nevezni. Persze a valóságban három térbeli dimenzió van, meg van egy negyedik idő, de az már nem fér el a rajzban, tehát maradjunk egy ilyen fénykúpocskában. Itt látszik, hogy a felső kúp belseje az az abszolút jövője annak az óeseménynek, az alsó kúp belseje a múltja, ott vannak a U-nak a lehetséges okai, az F tartományban vannak a lehetséges jövők, az általa okozott események, és a körbe az a gyűrűszerű tartomány, ami körülveszi ezt a kúpot, az a jelen, amivel nincs oksági kapcsolatban. Most persze ezt minden, és úgy látszik, hogy ezt meg kell forgatni, ezt minden pont körül meg tudjuk csinálni, tehát van egy A pontot rajzolunk egy ilyen fénykúpot, közelébe fölvesztünk egy másik B-t, annak is van egy fénykúpja, és persze lehet rajzolgatni történeteket, tehát például jött ez a részecske, ami átment a B ponton, és később valahol egy P ponton belép a A-nak a fénykúpjába. Tessék el, akkor most másképp gondolni ezekre a fénykúpokra, olyanok, mint egy egyirányú szűrőmembrán. Egyik irányba átenged, másik irányba meg nem, vagy mint egy lezáró kapu az elektronikába. Egyik irányba átengedi a részecskéket, másik irányba nem. Tessék végig gondolni, a felső fénykúpba kívülről lehet behatolni, az alsóba pedig kifele lehet. Ezek egyirányú szűrők. Mire emlékeztet ez? Hát ez lépett a klasszikus fizikának a most felületének a helyébe. A moston csak és csak a múltból a jövő felé lehetett áthatolni, hogy az ember klasszikusan elképzeli. Jó? De a fénykúpnak ez az egyirányú volta, ezt jelentettem. Na jó, megint térjünk ide vissza, a speciált kivesésztük. Mit mond most az általános relativitás elmélet, tehát a gravitáció elmélet és a speciális relativitás elmének az egyesítése, ez mit mond az időutazásról? Hát rajzoljuk le, még maradjunk a speciálben, rajzoljuk le minden pontban a fénykupokat. Hát ha rendben rendesen rajzoljuk, az így párhuzamosan kell. A térnek végtelen sok pontja van, de én csak végen sok fénykupot rajzoltam, mert kevés idő volt a Mikulásnak. De a lényeg az, hogyha ugyanezt megpróbálják lerajzolni az általános relativitás elméletben, akkor az a furcsaság derül ki, hogy pontonként másképp állnak a fénykúpok. Egyik így áll, másik amúgy, harmadik amúgy, így állnak össze-vissza, persze mindegyik pontban bele kell tenni egyet. Ha az ember tisztességesen csinálja, akkor mindenféle analízisbeli fogalmakhoz folyamodik, hogy folytonosan, ne össze-vissza ugráljanak, amit szépen folytonosan változnak, kicsit odébb megyünk. Lényeg az, hogy minden pontban azért valahogy másképp állnak. Mire emlékeztet ez? És ugye nézzük meg, átmegy egy részecske. Minden pontban az ottani fénykúpnak a belsejében halad, jön a kékkel rajzolt múlt felől, megy a pirossal rajzolt jövő felé. Tehát mindenhol, ahol helyileg megnézzük, vagy megint csak latinosan mondva lokális viszonyokat vizsgálunk, akkor lokálisan pont olyan, mint a relativitás elmélet Spetzrelben. Spetzrelnek a téridejét Minkowski térnek hívjuk. Azt mondjuk, hogy ez a Riemann-féle téridő, amit az általános relativitás elmélet használ, ez lokálisan kicsiben ez Minkowski féle. De nagyban nem. Mire emlékeztet? Tessék elnézni a kockás papírt. Minden pontban metszi egymást két vonal. Mindenhol ugyanúgy, minden pont ekvivalens. És az egész szép párhuzamos és unalmas. Itt egy másik, nem tudom mennyire látszik, ez egy elliptikus koordinátarendszer, amelyben a koordinátavonalak részben ellipszisek, részben hiperbolák. Ha ránagyítunk, akkor azt látjuk, hogy az ellipszisek és a hiperbolák mindenhol merőlegesen metszik egymást. Tehát kicsiben olyan, mint a kockás papír, mindenhol metszi egymást két vonal. De nagyban az egészen másképp viselkedik. Lokálisan olyan, mint a kockás papír, globálisan meg nem. Hát a téridő is lokálisan a Spetzrelnek felel meg, azért hívják Spetzrelnek, mert egy kis rész, és nagyban meg nem. Mivel olyan, mint egy görbült koordinátorrendszer, ezért szoktuk azt mondani, hogy az általános relativitás elmében a téridő az görbült.
semmiféle misztika nincs benne, ezek a matematika analógiák, hogy annak analógiájára írjuk le, ahogy a geometriában a görbült felületeket. Mondok még egy példát, tessék a gömbfelületre gondolni, az egészen más, mint a sík. De ilyen nagy gömböt nézünk, mint a Föld, akkor egy kis része a síknak tekinthető, és kiválóan lefedhető egy rajzlappal, és nyilván, amikor az ember egy házat épít, akkor nem kell figyelembe venni a Föld görbületét. Ha már egy vasútvonalat épít, akkor már figyelembe kell venni. Jó? Tehát kicsiben olyan, mint a sík, nagyban viszont bonyolultabb. Jó, tehát ez itten a Riemann geometria, és akkor persze megkérdezhetjük, hogy mi mondja meg azt, hogy hogy helyezkednek ezek a fénykúpok. Einstein azt mondta, hogy az anyag eloszlása mondja meg. Ez persze nem így mondta, hanem írt föl rá egy nagyon bonyolult egyenletet, amivel most nem akarom elborzasztani a hallgatóságot, egyesek meg már vizsgáztak is belőle. Na, lényeg az, hogy ez az elmélet lépett a hagyományos gravitáció elméletnek a helyébe 1915-ben, és ez egy nagyon logikus dolog. Az anyag megmondja az Einstein egyenleteken keresztül a téridőnek, hogy hogyan görbüljön. A görbült tér meg megmondja az anyagnak, hogy hogyan mozogjon. Tehát végülis az anyag megmondja magának, hogy hogyan azon mozogjon. Ez egy nagyon logikus gondolatmenet, csak matematikailag egy kicsit bonyolult. Erről szólt az az előadás, aminek gravitációs geometria volt a címe. Na most, mi köze ennek az időgéphez? Képzeljünk egy ilyen általános relativitás elmélet használt Riemann teret, minden pontban ott vannak a fénykúpok. Matematikailag elképzelhető úgy egy olyan fénykúp elrendezés, vagy kell elegánsan mondani, téridő struktúra, mindenhol ott vannak a fénykúpok, ha én átmegyek mindenhol, a helyi múltból megyek a helyi jövőbe, és mégis körbeérek. Nézzük csak, itt egy fénykúp, ott egy fénykúp, megyünk tovább, össze-vissza állnak, és megrajzolom, és kapok egy zárt görbét. Egy zárt időszerű görbét. Időszerűn azt értik, nem azt jelenti, hogy aktuális, hanem azt, hogy a múltból megy a O ponton keresztül az adott fénykúp közepén átmegy a helyi jövőbe, tehát mindenhol tisztességesen viselkedik, és mégis zárt. Hát rövidítsük ezt, hogy ne kell mindig leírni, egyszerűen zignek fogjuk hívni. Hát ez micsoda? Ez egy spontán időgép. Ha ide beáll erre a zöld pályára valami, űrhajó vagy egyéb, akkor azon megy körbe, és már egy hónap múlva találkozik önmagával tegnap előtt. Vagyis egy hónappal ezelőtti önmagával. És esetleg megmondhatja neki, hogy ne menj oda. Vagy azt mondja, menj oda, mert ott érdekes dolgokat fogsz látni. Tehát ez egy spontán a téridőben kialakult időgép. Na most ezzel kapcsolatban, de ezt nem én csináltam, mint ahogy a Wells-nek az ember csinálta az időgépet, hanem valahogy ez van ottan a téridőben. A fizikus kérdés az, hogy létezik-e ilyen téridő? De mire az előbb megállapodtunk, hogy Einstein szerint a téridő struktúráját az anyagelosztás szabja meg, az mondja meg, hogy hogy állnak a fénykúpok, az a kérdés, hogy létezik-e olyan anyagelosztás, ami egy ilyen furcsa hurkot hoz létre a téridőben. De nem csak fizikusok vannak a világon, hanem mérnökök is. A mérnöki kérdés az, hogy hogy tudok én létrehozni egy olyan anyagelosztást, ami egy ilyen időhurkot fog kialakítani, hát ez az időgép konstrukciója. Tehát nem keresem a természetben ezeket, hanem én csinálok valami olyan anyagelosztást, ami úgy konkurítja meg a téridőt, úgy helyezi el a fénykúpokat, hogy így körbe lehessen benne menni. Hát most ezek szerint megvan az általános relativitás, mert megadta a választ az időgép, az időutazás problémájára. Egy. A módszer. Keressünk, csillagász fizikus, keressünk a téridőben ilyen kialakult zigeket, tehát zárt időszerű görbéket. B mérnöki, csináljunk ilyeneket, konstruáljunk, rendezzük el az anyagot ügyes módon, akkor csináljunk ilyeneket. Második lépés, menjünk végig ezen az igen, és meg volt az időutazás. Hát vannak persze technikai kérdések is, mennyire kerül az gazdasági. Technikai példa, hogy mekkora egy ilyen. Például hány millió fényévet kell rajta utazni, amíg körbeérek? Nem mindegy, mert annyi kaját kell magammal vinni. És hány évig, bioidőben mennyi, amíg körbeérek? És mekkora útszakaszt érek? Ha $1 millió utazom egy másodpercet, és ez kört a múltba, bizonyára nem adnak rá kutatási támogatást. De ha meg lehet látogatni Néró császárt, akkor valószínűleg adnak. Szóval Isten tudja, tehát ilyen technikai kérdések vannak. Az összes ilyenre azt szokták válaszolni, hogyha egyszer sikerül egy mikrogrammot, egy másodpercre, egy mikromásodpercre tolni az időben, ezzel már
megvalósult az időgép, akkor 5 év múlva Hongkongba gyártani fogják 10 000 ilyennek az összekapcsolásával a több tonnás és több ezer éves berendezéseket. Szóval ez már csak felskálázás kérdése. Tehát volt egy ilyen technikai problémakör. De van egy konzervatív válasz erre a gondolatmenetre. Mivel, hogy az ilyen zárt időszerű hurkok időgéppel járnának, és az időgép az paradoxonokat okoz, ezért időgép nincs, ezért nem létezik zárt időszerű görbe, ezért nem létezik olyan anyagelosztás, ami ezt hozza létre. És ezt kimondták, mint elvet. Mit jelent az, amikor kimondanak egy fizikai elvet? Az azt jelenti, hogy nem tudom körülről semmit, de nagyon szeretném, hogy igaz legyen. Amikor a Francia Tudományos Akadémia kimondta annak idején azt, hogy örök mozgókkal nem foglalkozunk, akkor már sejtették az energia megmaradás elvét, és attól kezdve erre hivatkoztak, hogy azért, mert az örök mozgó megsérteni az energia megmaradás elvét. Nekem sokszor volt szerencsém örökmozgó feltalálókhoz, akik hozták a masinájukat, vagy a leírást, nem a masinát, és magyarázzam el, hogy ez miért működik, még azt is én magyarázzam el, de az, hogyha szerintem nem működik, akkor miért nem. Ha mondom az idő, vagy energia megmondás, azt értem, hogy az energia megmondás, de itt ez a mágnes meghúzza, és akkor beesik, és lenyomja a víz alá, akkor ott miért nem működik. Itt sokkal nehezebb. Elvre hivatkozva sokkal egyszerűbb. Itt is elmagyarázni azt, hogy ilyen olyan módon, miért nem lehet elrendezni az anyagot úgy, hogy így föltekeri a téridőt, az nehéz. De ha kimondom, hogy ez tilos, ezt hívják a kozmikus cenzúra elvének. Kozmikus cenzúra az sok mindent jelent a tudományban, van gyenge, meg erős változata, meg ilyen, meg olyan, és szép matematikai kötösbe van építve, de lényegében azt jelenti, hogy időgép nincs. Nincs olyan anyagelosztás, ami időgépet hozna létre. Hát ugye a cenzúra az, hogy saját magunk kutatásait is kicsit akadályozhatja. A probléma az, hogy így nem igaz, hogy nincs ilyen anyagelosztás. Tudok mutatni olyan nagyon egyszerű anyagelosztást, amely létre tud hozni olyan téridőt, amelyben ilyen feltekeredett hurkok vannak. Sajnos feltekeredett hurkot még nem találtunk, de olyan objektumot, egyszerűen, hát most már nem, de holnap reggel tessék kimenni az utcára és fölnézni az égre, ott van a nap. Mi a nap? Az egy forgó csillag. Forgó csillag, hogyha viszonylag tisztességes méretű, és egyszer elérkezik majd a szupernova korszak után oda, hogy összeomlik, akkor fekete lyuk lesz belőle. Egy forgó fekete lyuk. Ennek is többféle verziója van. Vannak az illedelmes fekete lyukak, amiket eseményhorizont vesz körül, hogy ne lássuk a csúnya részét, és vannak az úgynevezett csupasz fekete lyukak, amiket csak el tudunk képzelni. Ezekről én most természetesen nem fogok beszélni, mert hogy már volt és lesz. Kistóth Ági, itt látható, beszélt arról, hogy milyenek a fekete lyukak, és idén ismét fog beszélni arról, hogyha valaki az a múltkori, és már 400 000 nézőt elért, és az atomcsillnak a rekordját állított előadás még nem elégített ki, még újabb néhány órát fog beszélni arról, hogy milyenek a fekete lyukak, valószínűleg ezekre is ki fog térni idén, tehát majd a tavaszi fél évben találkozhatnak ezekkel az objektumokkal. Most viszont mutatni szeretnék egy másik anyagelosztást, amiről már kiszámolták, hogy ez tényleg tud működni időgépként. Ez nem egészen a fekete lyuk, valami rokon a ünnep féreg lyuk. Tehát egy valódi féreg lyuk az valahogy, ugye úgy szokták elképzelni, ott itt van Kip Thorne, aki néhány éve a gravitációs hullámok felfedezésének a elméleti előkészítésére kapott Nobel-díjat. Tehát ő volt ennek a témakörnek az egyik nagymesterét már a 80-as évek óta, kidolgozta a féreglyukak pontos elméletét, részleteket, minden. Féreglyukat úgy lehet elképzelni, hogy ez a rajz azt akarja mutatni, mintha a téridőt így egy síklappal képzeljük, hogy összehajtottuk, és akkor két a papíron távoli pontját összekötik egy kis csövecskével. Hát, hogyha viszont visszarajzolom a hagyományos módon, vagy itt van a téridő, és akkor két pontot összeköti az a cső, az A és B pont, az a csövön keresztül nagyon közel van, míg magán a téridőn keresztül közlekedve nagyon messze van. Téridőn keresztül néhány fényévet, vagy esetleg sok száz fényévet kell menni, a csövön meg csak néhány méterre vannak. Hát ugye ebben reménykednek azok, akik azt mondják, hogy lesz majd fénynél gyorsabb űrutazás, hát nem szegjük meg a speciális relativitás elméletet, nem azon az úton, nem ott a téridőben megyünk, ahol olyanok a viszonyok, hogy kitették a csak 300 000 km/szekundummal lehet közlekedni, gyorsabban nem táblát, hanem a féreglyuk az összeköt két távoli pontot.
Természetesen a még vadabb remények azt mondják, hogy az űrhajónak a pultján van egy piros gomb, és akkor megnyomom, akkor az létrehoz egy ilyen féreglyukat, és azon kell átmenni, és akkor ugye tetszik ismerni, hogy kapaszkodni kell, hogy szuper nagy sebesség, stb. A megfelelő filmekben. Na hát ez lenne egy féreglyuk. Mindenesetre Thorne kidolgozta azt, hogy hogy lehet, speciális anyagfajtákat kell megfelelő módon elrendezgetni. Van erről egy tankönyv. Itt van, megjelent magyarul, és az a cím, hogy hogyan építsünk időgépet. Ez nem vicc, hanem ez egy fizika könyv, ami leírja ezt az elméletet, hogy féreglyukak megfelelő létrehozásával, hogy lesz időgép. Természetesen a probléma az, hogy az a speciális anyag, ami kell hozzá, létezik-e, és ha létezik, akkor hogy lehet létrehozni, meg mennyi energia kell hozzá, de hát ha lehet, akkor előbb-utóbb meg fogják ezt csinálni. Hát akkor itt a recept. Készítsünk egy féreglyukat, tehát annak van két, én most csak a környéket nem rajzolom, mint a féreglyuk két szája. Most ez egy valódi fizikai test, tehát meg lehet mérni, hogy hány kiló. Tegyük fel az egyiket egy űrhajóra, és küldjük el űrhajózni. A másik meg itt van. De köztük így húzódik a féregjük, és továbbra is néhány méter vagy néhány centi távolságban vannak, miközben az űrhajó elmegy messzire a fényévekre akár. Aztán egyszer csak visszajön, és közben persze mondtuk a kapitánynak, hogy nyomjám a lapátolják az antianyagot a mókusok a kazánba, és menjen gyorsan az űrhajó, és ezért relativisztikus sebességgel megy, és ezért összeszed némi Liker-paradoxonból ismert idődilatációt. Amikor visszajön, akkor a féreglyuknak a másik fele ugyanitt van, mondjuk betették a labor egyik szobájába az egyik száját, másikban a másikat, de köztük van némi különbség, mondjuk egy évnyi különbség van a kettő között. Ha lyukon átbújok, az akkor egy évvel odébb vagyok a téridőben. Ezt nem tiltja semmiféle elmélet, ez a Spencerrel és Hartrellnek az együttes kezeléséből ez szépen levezethető. Ha létre lehet hozni féreglyukat, akkor ezt meg lehet csinálni. Na most ezt megcsináltuk, tegyük föl. A féreglyukakról is szólt ugye majd a előadás, és a Liker-paradoxonról is volt már a megfelelő előadás. Na, tegyük fel, hogy megcsináltok. Itt az fölfelé múlik az idő, itt alul a ábra alján látszik az a kis vacak, a piros az egyik szája, az a szája a féreglyuknak, ami itt maradt a Földön, a kék az, ami meg elment űrhajózni. Tehát ami itt maradt, az végig itt állt egy helyben. A másik szája egy darabig így volt, aztán az a kis kunkor jelöli azt, amikor elment űrhajózni. Elment a Földtől, visszajött. Most összekötöm a megfelelő pontokat ezen az ábrán. Talán látszanak azok a vékony vonalacskák, az maga a féreglyuk. Amikor elment az űrhajó, ugye ott másképp telt az idő, és akkor visszajött, akkor már ugyanitt van, vagy szomszéd laborban, vagy a másik városban, de időkülönbség van a kettő között. És akkor innentől nyugszanak békében a Földön mind a két szája a féreglyuknak, és ez összeköti a két szájat. Íme elkészült a időlétre, az, amit korábban lerajzoltam. Láthatóan ez a múltban nincs. Amikor elküldték űrhajózni a egyik féreglyuk száját és visszahozták, attól kezdve van ez a létre. Mert íme a létre, hogy kell mozogni? Hát ez a sárga azt jelenti, hogy átbújok, tegyük fel, hogy akkor a féreglyuk, hogy így átbújok rajta. Lehet, hogy fogyni kell egy kicsit, de mint esetre átbújunk rajta. És utána gyalog szépen átmegyek a másik szobába. Ott megint megtalálom a féreglyuknak a másik száját, azon megint átbújok, és még egy évvel visszább megyek. És így szépen lefelé, persze ellenkező irányba is át lehet bújni, akkor meg előre megyek a jövőbe, meddig, addig, amíg a jövőbe valaki rá nem jött, hogy a labort felszámolják, mert szállodát kell a helyére építeni, és akkor kidobták a féreglyukat. Na, mindesetre, amíg megvan, addig lehet előre menni a jövőbe is. Tehát amíg ez a létre megvan, addig előre-hátra lehet közlekedni. Na, itt jönnek a technikai problémák, hogyha egy ezred másodperc az időkülönbség, akkor sokszor kell átbújni rajta. Hát nyilván akkor nem én fogok átmenni, hanem valami kis robotot küldök át rajta, az nem fogja megunni magát, és akkor visszaért a megfelelő múltból, jelent a jövőbe, akkor majd ott filmet csinál és visszahozza. De elég nagy, akkor én személyesen is átbújhatok rajta. De van. Tehát működik egy ilyen berendezés, elvi, és ezt nem tiltja semmiféle fizikai törvény. Már csak ugye a féreglyukat kell gyártani, ahhoz meg annak az egzotikus anyagnak a megtalálása, ami meg hátra van, megkérjük az anyagfizikai tanszéket, meg a többit, hogy ilyen anyaggal fokozott intenzitással foglalkozzanak. Na jó, tegyük fel, hogy ez megvan. Tehát van egy ilyen időlétránk, amin el lehet menni a jövőbe vagy a múltba. Mit csinálunk ott? És megérkeztünk az elején feltett kérdéshez, hogy megváltoztathatjuk-e a múltat. De van egy jobb kérdésem. Befolyásolhatjuk-e, megváltoztathatjuk-e a jövőt?
Azzal én, hogy most elhatározom, megint csak mit lehet elhatározni. Ma este nem megyek el sörözni, szóval nonsense elképzelések és lehetségesek. Tehát az ember elhatároz valamit, és ezzel úgy képzeljük, hogy az addig kijelölt ösvényről valahogy letérítjük a valóságot, és kicsit másképp megy tovább. Tehát belebotlottunk ebbe az ősrégi filozófiai kérdésbe, amit én nekem most itt nincs szándékomban megoldani, amin már ezer évek óta vitatkoznak, hogy van-e szabad akarat. Én döntöm el azt, hogy mit csinálok, vagy esetleg a fizikai törvények, a fizikai determinizmus. Erről van egy nagyon érdekes könyv, mostanában jelent meg Brian Greene-nek, a Utazás az idők végezetéig. Ez részben rímel arra, amit az előző évben meséltem, hogy a univerzum következő év kvadrillióiról szól, de mellékesen elmeséli az eddigi fizikát, beleértve ezt a problémakört is, hogy van-e szabad akarat, hogy fér össze a fizikai determinizmus az emberek szabadságával, de például ilyen problémák is felbukkannak, hogy ha a fizikai törvények mondják meg, hogy mozog én a testem, akkor a gyilkos arra hivatkozik, hogy nem én szúrtam le azt, hanem a Newton törvény mondta, hogy az a kés menjen arrafelé, és akkor engem nem lehet megbüntetni ezért. Ezekkel az erkölcsi kérdésekkel is, tehát fizika könyve viszonylag ritkák az ilyenek, de ez egy nagyon érdekes és nagyon jó könyv, mindenkinek ajánlom a figyelmébe. De ide kapcsolódik még egy másik probléma, amivel mindjárt találkozni fogunk, ez úgynevezett nyitott jövő kérdése. És a nyitott jövővel foglalkozott, itt egy régi fizikus kollégám, aki átment filozófusnak, Elszabó Lászlónak hívják, és megjelent ez a könyv, fönn van a neten, a nyitott jövő problémája. Ennek az egyik fele a relativitás elmélet által felvetett jövő problémákkal, a másik pedig a kvantumelmélet által teleportáció, stb. Felvetett problémákkal foglalkozik. Nagyon érdekes mind a kettő. No, tehát egy kicsit gondoljunk bele ebbe a fizikai determinizmus problémába, mit jelent ez. Fizikában az összes törvény úgy van megfogalmazva, hogy a jelen állapot meghatározza azt, hogy hogy változik az állapot. Newton törvénye azt mondja, hogy a részecskék mostani elhelyezkedése megszabja azt, hogy milyen erők hatnak köztük, és ezek az erők megmondják, hogy milyen gyorsulást szenvednek, és erre hogy fognak később mozogni. Pillanatra ki lehet számítani, hogy változik a konfiguráció, az meghatározza a következő lépést. Tehát ilyeneket szokták evolúciós egyenleteknek hívni, hogy a mostani helyzetből a megadott módon evolvál tovább, fejlődik tovább az állapot. Az összes fizikai törvény az ilyen alakú. Newton törvény, Maxwell egyenletek, Einsteinnek a gravitációs egyenletek, némi problémák azért vannak, Schrödinger egyenlet, Dirac egyenlet, mindenféle fizikai törvény így van megfogalmazva, hogy a jelenlegi állapotban megmondja a továbbfejlődésnek az irányát. Na de ennek az egyik legkorábbi megfogalmazói Laplace volt, valamikor az 1700-as évek vége felé, ő azt mondta, hogy ha lenne egy szuperintelligencia, akkor még úgy mondtak, hogy Isten, hát aztán később ezt Laplace démonának nevezték el. Tehát egy ilyen szuperintelligens lény, aki egy adott pillanatban ismeri az egész világi egyetem összes részecskének a helyzetét, és van neki egy, ezt utóbb próbálták lerajzolni, egy végtelen kapacitású agya. Azt mondanánk, hogy vett egy jó nagy számítógépet. Tehát mindesetre, amivel meg tudja oldani a fizikai törvényeket, leíró képleteket, és azzal ki tudja számítani a jelen állapotból a későbbit, akkor ez a lény, mondja Laplace, ez ismerné a múltat is, meg a jövőt is, mert a jelen állapotból egyértelműen ki tudná számítani. 20. század, pontosan a 19. század vége óta tettek hozzá ehhez némi matematikai újdonságot. Sokan hallottak a káosz elméletről, ami azt mondja, hogy egy pici változás az állapotban, hogyha nem teljesen pontosan ismerem, a nagyon más jövőhöz vezet. Ez technikailag megakadályozza az, hogy ténylegesen végig számoljam egy számítógéppel a dolgokat, de elvileg nem változtat azon, hogy be van programozva a múltba a jövő. És akkor az ember itt elkezdhet foglalkozni azzal, hogy vajon az ősködben, amíg még a naprendszer előtt itt kavargott, abban a részecskék elhelyezkedésébe bele volt-e az programozva, hogy én most itt fogok ülni, és önöknek beszélni fogok, vagy nem egészen volt beleprogramozva, vagy ha nem, akkor hol keletkezett az az információ, hogy én itt beszélni fogok. Erről sokan beszéltek és írtak, az egyik legérdekesebb Csányi Vilmosnak a Evolúció általános elmélete című könyve, ahol az információ fogalmával próbálja ezeket a kérdéseket megragadni. Tehát ez egy érdekes játék. Mindenesetre problémák lehet. No, minden esetre folytassuk azzal, hogy ugye tudjuk, hogy itt a téridő és a 1905-as Petzel óta tudjuk, hogy nem lehet külön kezelni a teret meg az időt. Mit mond a fizika és mit mond a szemléletünk arról, hogy mit tehetünk,
a múltban meg a jövőben. Fölfelé múlik megint az idő. Nézzük, hogy mit mond a klasszikus gondolkodásmód. Van a most. Ott van mögötte a múlt. Hát, mint tudjuk, a múlt az megváltoztathatatlan. Most nem a bizonyos kormányok által időnként átírt történelemkönyvekre gondolok, hanem ahogy közönségesen mondja az ember, az már megvan. Hát az veszett fejszennyele, megtörtént, befagyott. Azon már nincs mit változtatni. Viszont még előttünk itt vannak a lehetőségek. Szép kék jövő, egyik szebb, mint a másik. Arra haladunk, amerre akarok. Ott abban a mostani pontban én döntök. Erre megyek, vagy arra megyek, vagy a sok közül merre. Szabad lehetséges jövők vannak. Most múlik egy kicsit az idő, és a most az már későbbre kerül. És akkor a két most közötti rész az megtörtént, befagyott. Azon már megint nincs mit változtatni. De a fölött még mindig ott vannak ezek a azután következő szabad jövők, ugye lehet érezni. Ezzel szemben mit mond a fizika? Az egész történet akár egy pontjából rekonstruálható. Ismerem a mostani konfigurációt, abból előre-hátra ki tudom számítani. Akárhol van rajzolok ilyen mostokat, mind egyenértékű, és abban megmondom a fejlődést rendjét, ki tudom számítani, nincsenek ilyen elágazások, nincsenek lehetséges szabad jövők. Ez eléggé szomorú, mert akkor hova lett a szabad akarat? Ezen akkor lehet filozofálni, és bele lehet ebbe őrülni, sokan bele is örültek ebbe a problémába. Hogy képzelni ezt? Ugyanezt megpróbálom másképp is lerajzolni, megint fölfelé múlik, és akkor van alul a már befagyott múlt, fölötte pedig a még folyékony jövő, és a jelen, mint egy ilyen kristályosodási felület, mint egy hullám halad előre. Talán többen láttak olyan lassított felvételeket, vagy van, ami tényleg ilyen lassan történik, hogy egy oldatban elkezd növekedni egy kristály, és akkor lehet látni, hogy megy előre, és itt szilárdott meg egy oldat, és ott kikristályosodik, halad előre ez a front. Hát itt is most ez a múltá válásnak a folyamata halad előre a jövőbe, és egyre több lesz, ami már megváltoztatlan, és egyre kevesebb marad, persze még mindig végtelen sok van ott előttünk a jövőbe, vagy így képzeli az ember. Na és hát mi történik most? Hát egyrészt ott történik az az átkristályosodás, amikor a szabad lehetőségek befagynak. Másrészt ott lehetne szerepe a szabad akaratnak, ott tudok én dönteni most. Már múltban már nem tudok, a jövő meg még nincs itt. Most ezzel szemben mit mond a speciális relativitás, mert valami egészen mást. Megint menjünk a klasszikus fizikába, rajzoljuk le különböző egymáshoz képest különböző sebességgel mozgó megfigyelőknek a rendszereit. Ugye ezt Einstein annak idején sokan hallották, hogy egy mozdonyvezető meg a Bakternak a viszonyában mesélt el a relativitás elméletet. Ő még nem tudta, hogy már vonalai nem tekinthetők inerciális rendszernek. Mindenesetre mostanában már űrhajókkal szokták ezt elmesélni. Tehát az egyik megfigyelőnek mondjuk a vízszintes az a most felülete. Mi az? T=0, az összes olyan esemény, szerintem most annyi a koordináta, mint ő neki, és az itt az pedig mit jelent? Hát ő ül egy ülésen, és annak az ülésnek a különböző pillanatai egymás után. Van egy másik megfigyelő, mondjuk egy ellenkező irányba menő vonaton ül, és annak az ülése erre megy, és az ő ittje, az itt kettő, ez itt van. Most akkor lerajzoltam még néhány ittet, és ezeket mind berajzolom egy ábrára. A most az közös nekik, ez amit úgy szoktak mondani, a newtoni abszolút idő. Idő az abszolút. Hogyha múlik az idő, akkor később megjelennek meg ugyanilyen mostok, de ez mindenkinek ugyanaz. Na ezzel szemben mit mond a speciális relativitás elmélet? Itt van az egyik megfigyelőnek a piros a most felülete. Azok az események, amik szerinte ugyanakkor vannak, mint ő. A kék meg azok, amik szerinte ugyanott vannak, mint ő. Mondjuk ez egy mozdonyvezetőnek a koordinátorrendszere. Egy másiknak meg így néz ki a koordinátorrendszere. A pirosok azok az események, amik egyszerre vannak szerinte. E harmadik, negyedik. Ezeket mind berajzolom egybe. Hát kapok egy ilyen nagy katyvaszt. Láthatóan mindenkinek más-más koordinátorrendszere van, és a mostok sem közösek. Erre mondják, hogy az általános speciális relativitás, mert az idő is relatív, nem csak a hely. Az, hogy hány kilométernél vagyok, mihez képest, tehát az attól függ, hogy ki nézi. Az, hogy mennyi az idő, az a klasszikus fizikában annyi, amennyi. Speciálisban meg attól függ, hogy ki nézi. Na most nézzünk egy ilyen érdekes helyet, kinézzünk egy a téridőben két pontot, A-t és B-t. Most csak a most felületeket próbálom vizsgálni. És megnézzük, hogy mondjuk a
A hármas megfigyelő szerint mennyi ennek az időkoordinátai az A és B eseménynek? Hát láthatóan ugyanannyi. A T3-as adat, amit a hármas megfigyelő leolvas, A-nak meg B-nek, hát ugyanolyan, mind a kettő vele egy időben van most van. Stimmel? Most vegyük a egyes megfigyelőt. Egyes megfigyelőnek a mostja az a piros vonal, a nevőpontok. Az A esemény korábban volt. Az A-val egybe levő vonalak, vagy egyszerre levő események, azok ezen a vonalon helyezkednek el. A B-vel egyszerre levők meg ezen. Láthatóan a B az korábban volt, mint a A esemény. Tehát a egyes megfigyelő szerint a B az korábban történt. És lerajzoljuk a kettes megfigyelőt, ugyanígy megrajzoltam a vonalakat, ott viszont a A esemény volt korábban. Egyik megfigyelő szerint egyszerre voltak, másik szerint egyik volt korábban, másik szerint a másik volt korábban. Ezt hívják úgy, hogy az egyidejűség relativitása. Most ebből szokták azt a paradoxont koholni, annak idején, amikor nem akarták elfogadni Einsteinnek a relativitás elméletet, hogy hát micsoda hülyeség, hogy azt mondod, hogy én szerintem a mamám korábban született, mint én, egy másik megfigyelő meg azt látja, hogy én korábban születtem, mint a mamám, ugyan már micsoda hülyeség. Nem, vannak olyan események, amik egymás okai, azok megfelelően vannak elrendezve, azt minden megfigyelő egyformán látja. Ezek ugye térszerűen elválasztottak lehetnek ilyenek. Mindesetre ez ilyen furcsaságot jelentett. Na most, rajzoljunk még egy kicsit bonyolultabbat. Legyen egy részecskénk, ami nem állandó sebességgel megy, hanem gyorsul. Akkor az itt a téridőben egy görbevonalat jelent. Ennek két eseményét nézzük meg ennek a történetének, és mind a két pillanatban ugye úgy képzelhetjük, hogy éppen valamekkora sebességgel mozog, megrajzolhatjuk hozzá, meg van egy harmadik esemény ott messze, megrajzolhatjuk az A eseményhez tartozó, tehát az akkori sebességéhez tartozó most felületet, meg a időtengelyt is. Láthatóan az a távoli E esemény, az az A-nál régebben van. Stimmel? A piros vonalon vannak azok, amik egyszerre vannak az A-val, és ami a piros vonal alatt van, az a A-ban levő megfigyelő szerint a múltjában van. Na jó, rajzoljuk meg ugyanúgy a B. Ugyanaz a megfigyelő később. Akkor megrajzolom az ő vonalait. És láthatóan a B-nek a most vonalához képest az E esemény később van. Mi történt? Kettőt egybe rajzolom. Az E esemény, ami ennek a mozgó, gyorsuló megfigyelőnek az A pillanatában a múltban volt, később átmegy a jövőbe. Hoppá! Ez az E esemény nem mozdult, de mégis időutazik. Már elmúlt, gondoltuk, vagy ha visszagondolunk az előző ábrákra, már befagyott. Ha a piros felület az, ahol már, ami elválasztja a már befagyott múltat, amíg szabad jövőtől, akkor az E az a befagyott jövőben, múltban volt, de kiolvadt. És most megint a jövőben van. De persze, hogyha van egy harmadik rakéta, ami másképp mozog, az meg egészen másképp látja a dolgokat. Mi következik ebből? Nincs objektív megkülönböztetés lehetőség a múlt meg a jövő között. Nem mondhatom arra, hogy ez az esemény már megtörtént és változtatatlan, az az esemény az meg még a szabad jövőben van, és valaki beleavatkozhat ebbe. És most kell felidézni megint, hogy mit mondott Einstein, a múlt, a jelen és a jövő közötti különbség csak illúzió, még hogy olyan makacs is. Hát mit mondott Einstein ennek a dolognak a megoldására? Azt mondta, hogy a múlt, a jelen meg a jövő egyszerre együtt létezik, valami időn kívüli, úgy hívta, hogy tömb univerzum. Ezt úgy tessék elkezdeni, mint egy hatalmas nagy kristályt. Itt most a vízszintes hátrafelő menő irány az akarja az időt jelenteni. Tehát mondjuk errefele múlik az idő. De nem múlik az idő. Ebben benne vannak a múltbeli, meg a jövőbeli, meg mindenféle események egyszerre benne vannak. És mi az, ami halad? Tehát ez egy olyan dolog, hogy az összes esemény egyértelműen és véglegesen és változtathatatlanul meghatározottan benne van ebben a tömbuniverzumban. Ezt mondta Einstein, hogy ez az egyetlen egy elképzelés, ami összefér a speciális relativitás elmélet világképével. Mert ezek a befagyó múltak, stb. Ezek a köznapi elképzelések, ezek nem egyeztetődők össze azzal, hogy mit értünk mostan.
a relativitás elméletben, és amit a sok-sok kísérlet igazolt. Mi az, amit halad? Valahogy azt mondja, hát ez már egy kicsit misztikus, hogy a tudatunk halad végig valahogy, valamilyen világban, ahol ezen a rendszeren, és egy adott pillanatban oda képzeli maga köré a világnak azt a metszetét, amire azt mondja, hogy az a most. Hát ez attól függ, hogy ő hogy mozog. Hogyha lett volna a türelmem, rajzoltam volna még egy másik, egy piros görbét is, mindig a görbéknek a megrajzása a problematikus, akkor másképp kellett volna elmetszeni, és akkor ő más eseményeket tekint magával. Egyidejűleg nem objektív az, hogy mi az, ami már megtörtént, vagy, tehát ami befagyott, minden befagyott. Az egész világ egy ilyen hatalmas nagy tömb. Ez eléggé szomorú. Mert akkor hogy fogok én holnap arról dönteni, hogy mit csinálok? Hát be van programozva ebbe a tömbbe. Ezt mondta Einstein. És mi következik ebből az időutazásra vonatkozóan? Elvileg elképzelhetek ott a tömbön belül olyan görbéket, amik egy visszakanyarodnak. Stimmel? És akkor a formálisan korábbi időkoordinátai helyekre el lehet jutni. De változtatni nem lehet. Talán emlékeznek az előadás elején, amikor felvetettem, hogy létezik-e a múlt meg a jövők. Ebben a képben ezek léteznek. Ugyanolyan ontológiai státusszal bírnak, mint a jelen. Ugyanúgy vannak. De amikor oda megyek, valamilyen speciális görbén oda megyek, ott nem tudok beavatkozni, mert ott van. Megfelelően megnézem, látom, hogy mi van ott. Úgy lehet elképzelni, mint egy filmet. Einstein azt mondta, hogy ott van egy film, azon rajta vannak a jelenetek. Végignézhetem, akkor még nem voltak videójátékok. Akkor biztos nem így mondta volna, de a videójátékokban az ember beleavatkozik, és ott meg tudja mondani, hogy akkor most itt másképp csinál, történjen tovább. Hát egy film, az rögzítve van. Végignézem, mert ez egy szubjektív élmény, ahogy Thomas Mann is mondta, hogy végighaladok az időn. Eléggé szomorú. Ha mindesetre, ha visszamegyek, és ha létezik időutazás, akkor nem avatkozhatom be. Ha vannak ilyen görbék, furcsa módon menő görbék ebbe a tömb univerzumba, oda megyek, akkor nem tudom beavatkozni. Na jó, de mi mondja meg, hogy mik vannak ebbe a tömb univerzumban, milyen események helyezkednek el? Erről a relativitás elmélet nem mond semmit, se a speciális, se az általános. Hát ő ugye a téridőnek az elmélete, mondja, hogy az anyag csinálja, de hogy az anyag milyen, azt valóban máshova utaljuk, és ezért akkor majd még egy kicsit tovább kell gondolkodnunk. Foglaljuk tehát eddig össze, hogy mi volt. Az általános relativitás elmélet nem enged meg akármilyen mozgást lokálisan. Csak olyat, aminek kauzális. Tehát a múltból, a helyi múltból a helyi jövőbe megy. Okay? Ezt jelölik a fénykupok. Viszont a görbült téridőben el lehet helyezni úgy a fénykupokat. Létezhet olyan anyagelosztás, ami úgy rendezi a fénykupokat, hogy létrejönnek ilyen zárt időszerű görbék. És ténylegesen vannak ilyen egyszerű dolgok, mint egy forgó csillag, hogyha elég gyorsan forog és eléggé fekete lyuk lesz belőle, azt pedig tudjuk, hogy lesz belőle, akkor az úgy föltekeri a téridőt, hogy ahol létrejönnek ilyen zigek. Tehát azt kell mondanunk, hogy az általános relativitás elmélet nem zárja ki az időutazást. Hát ez ilyen, mint az okoslány, vagy hoztam is, meg nem is. Jó, lehet időutazni, de ott nem lehet semmit se csinálni. Nem tudunk beavatkozni. Szomorú, valószínűleg nem erre számítottak, amikor eljöttek, de azért menjünk tovább. Na, de akkor, ha ez így működik, akkor hol vannak az időutazók? És akkor most jön az a válasz, hogy eddig még csak az átrelről beszéltünk. Ez még nem a teljes fizika. A teljes fizikában ott van még sok minden mellett a kvantum elmélet is, tehát ki kell dobnunk azt az áthúzást. Amit erről beszéltem, ez eddig fizika volt. Ami mostantól jön, az nagyrészt spekuláció. Miért? Mert ami az ábra közepén van a kvantum gravitáció elmélet, az majd csak 2052-re fog megszületni. Stimmel? Ezért vannak elképzeléseink, hogy lehet ezeket a különböző elméleteket valamennyire összeilleszteni, de azért nem tudjuk tenni rá a nagy esküt. Mindenesetre többen megpróbálkoztak ezzel. Na, tegyük föl, hogy most tudtunk egy ilyen időképet építeni, és megpróbáljuk megvizsgálni a dolgokat. Hát, hogy kell megvizsgálnia? Hát például építünk egy óriási időképet. Drága.
Gondoljuk meg, hogy hogy vizsgálták meg a relativitás elmélet által jósolt furcsa effektust, mondjuk az Iker paradoxont, vagy az idődilatációt. Úgy, hogy építettek egy hatalmas fotorakétát, én kerestek egy Alice és Bob nevű ikerpárt, Alice citromhagyták, Bobot betették a rakétába, vagy fordítva, elküldték, aztán utána megmérték, hogy melyiknek milyen hosszú a szakálla. Most nem így csinálták, hanem 1930-ban építettek egy asztalon elférő részecske gyorsítót. Most már sokkal nagyobb részecske gyorsítók vannak, atomcsillben azért elférnek, van egy csomó előadás a CERN-ről. De a lényeg az, hogy részecske gyorsítóban elemi objektumokat gyorsítottak. Hát csináljuk mi is azt, hogy nem egy egész embert vagy katonai expedíciót küldünk a múltba, hanem egy elemi részecskét, mondjuk egy elektront. És vele megvizsgáljuk ezeket a jelenségeket. És akkor felmerül a kérdés, amit a címben is feltettem, hogy van-e az elektronnak nagymamája. Tehát ha visszamegy az elektron, akkor megtörténhet-e vele a nagymama paradoxon. Tehát, hogy például megakadályozza a saját létrejöttét a nagymamájának a megölésével, vagy ilyesmi. Hát az elektronnak nincs nagymamája. Tehát úgy fog, de találkozhat-e? De ha nem is az elektron a nagymamájával, önmagával találkozhat-e? Ez a kérdés. Hát az a furcsa dolog, hogy nem lehet rá válaszolni, mert az egyik elektron nem lehet megkülönböztetni a másiktól. A kvantumelmélet egyik alapösszefüggése, vagy alaptényje, hogy minden elektron tökéletesen egyforma. Nem úgy egyforma, mint amikor gyártanak 100 000 egyforma csészét, egyiken itt egy karcolás, másikon ott egy kis kosz, nem, az elektronok tökéletesen egyformák. Ezen alapul az egész kvantum kémia meg minden, tehát ilyen számolások, ha nem lenne igaz, akkor nem működne egy csomó szintézis meg egyéb, mindenféle számolás, biokémia. Az alap dolog az, hogy az egyforma elemi részecskék tökéletesen azonosak. Ha az elektron visszamenne a múltba, egy időgépen keresztül, és találkozna önmagával, nem mondaná, hogy az önmaga. Azt mondja, egy elektron, mondja. Mind a kettő, nem ismernék meg, nem jönne rá, hogy önmagával találkozott. Stimmel? Tehát ezzel rendbe tudjuk hozni a dolgot. Tegyük föl, ez a következő hipotézis, többen felvetették, hogy makroobjektumok nem tudnak visszajutni a múltba. Például azért, mert túl kicsik azok a féreglyukak. Ahhoz, hogy visszamenjen a múltba, ahhoz szét kell szedni elemi részecskékre, elemi részecskéket átküldhetjük, de ott nem fog összeállni, nem emlékszik a struktúrára. Jó? És akkor ez a kecske és a káposzta is megmaradt című effektus, mert van időgép, a féreglyukak működnek, de még sincsenek időutazók. Nagyon jó hangzik. Na most ezt a gondolatot egyesek továbbfejlesztették annyira, hogy megfordították, és azt mondták, hogy egyetlen egy elektron létezik a világ egyetemben, de az viszont időutazó. És nagyon sokszor bejárta így a jövőt meg a múltat, tessék elképzelni, és ezért egyforma az összes elektron, mert egy darabot látunk sok-sok példányban, ezért mindenkinek ugyanakkor a tömege, meg a töltése, meg minden. Próbáljuk lerajzolni. Itt jött az elektron a múltba, megint fölfelé múlik az idő, bekerül valamikor a jövőbe egy ilyen időgépbe, ahol visszaküldik a múltba, aztán megint jön fölfelé, aztán megint sorba bejárja, amíg ezt én megrajzoltam, sorba bejárja ezeket a pályákat, aztán egyszer csak kieresztik. Na most mit látunk? Itni, Cserti Józsi biztos tudja, hogy mi ez itten. Ez egy szilárd test, amelyben sok elektron van. Ugye látszik, ott van benne sok elektron. Azzal foglalkoznak, hogy mit csinál az a sok elektron, aki egyformák a szilárd testben. Nem tudja, mert nem figyel oda. Mi ez a másik? Hát ebben sok múltba menő elektron van. De mik a múltba menő elektronok? Megegyeztünk, azok a pozitronok. Ez egy antiszilárd test valahol, egy távoli antianyag galaxisban esetleg. Ez egy ideig ez egy menő elmélet volt, úgy gondolták, hogy vannak galaxisok, meg antianyag galaxisok. Jelenleg tudjuk, hogy a belátható univerzumban nincsenek antianyag galaxisok, de lehet, hogy azon túl valahol vannak, és ki tudja, mekkora nagy az a jövőbeli időgép, ami oda passzírozza az elektronokat. Tehát ez egy nagyon furcsa, de nagyon pofás elképzelés. Viszont szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy amit az időutazó elektronról most itt az utóbbi néhány percben beszéltem, ez csalás. Pontosabban
nem hazudtam, csak ez nem oldja meg a problémát. Nem az a baj, hogy a szerektont visszaküldjük és megoldja a nagymamát, vagy megöli a nagymamását, hanem az, hogy információt visz vissza. Képzeljük, hogy visszaküldünk egy csomó elektront, ilyen 1-0 bitek formájában elrendezve, és ebbe belekódoltuk a lottószámokat. Nem érdekes, hogy találkozik a nagymamával önmagával. Visszamentek, leolvassák ott a biteket, és megjátszák a lottószámokat, és akkor Biff már rettentően boldog lesz, mert akkor megint megnyerheti a milliárdokat a jövőből jött információval. Szóval az, hogy visszamentünk, elemi részecskéket küldtünk, ez nem oldja meg a problémát, és akkor a kecske megette a káposztát. Tehát ez nem megoldás. Hát akkor mi a fenét lehet csinálni? Gondolkodjunk. Tehát a probléma az információ visszaküldése a múltba vagy a jövőbe. No, képzeljük el a legegyszerűbb, most nem kvantummechanikát, hanem klasszikus mechanikai modellt, és ez már tényleg az utolsó gondolatfutam lesz, aki már unja. Erre múlik az idő, és építünk egy ilyen nagy időgépet, ami úgy működik, hogy van egy rajta két luk, egy input meg egy output. Az egyiken be kell dobni egy golyót, és a másikon egy évvel korábban kidobja. Visszaviszi a múltba. Na most bedobom a golyót, kijön, nagyon szerencsétlenül jön ki, hogy éppen megüti azt a golyót, és elpattintja onnan, és akkor nem megy bele abba a lukba. A golyó megjárta az időkört, találkozik önmagával, de elpacintja, és akkor nem fog beleesni. Talán felismerik, hogy ez a nagymama paradoxonnak a golyósított változata. Visszamegyünk, és megakadályozunk azt az eseményt, amivel visszamentünk, mert éppen olyan szerencsétlenül esett a dolog. Jó? Tehát a múltból visszatérő golyó megakadályozza azt, hogy ő visszamenjen a múltba. Ez egy nagymama paradoxon. Egy önmagát újra termelő állandó ellentmondás ahhoz hasonlít, mint amit már a görögök kitaláltak, ők ugye majdnem mindent kitaláltak, minden krétai hazudik. Mondta egy krétai. Most elhiggyük vagy nem? Ha elhisztük neki, akkor hazugság, és akkor ez is hazugság, de ha hazugság, akkor nem kell elhinni, ezért akkor nem hazudik minden krétai, úgy bereke haladtunk. Na nézzük egy másik esetet. Megint itt van ez az időgép, és megint be akarunk dobni egy golyót, de kicsi volt a lendület, és nem érte el azt a input lukat. De ekkor megérkezik a múltból a golyó, kicsit meglöki, és belöki a megfelelő lukon, és akkor innentől kezdve ez a golyó, ez körbejár. Ez a golyó, ez az esemény sor. Most azt történt, hogy a múltból visszatért golyó létrehozta azt az eseményt, ami őt visszaküldte a múltba. Jó? Itt nincs ellentmondás, ez lehetséges. Ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy minden krétai mindig igazat mond. Ez lehet igaz is, lehet nem igaz is, de nincs benne állandó önellentmondás, nem paradoxon. Hát melyik a világnak az az elmélete, amelyben állandó paradoxonokkal küzdünk most már lassan 100 éve, már éppen azt kezdjük ünnepelni, hogy 1923-ban született meg az első modern kvantumelmélethez tartozó gondolat, hát a kvantumelmélet. Elvesszük innen az áthúzást, és megint figyelembe vesszük a kvantumelméletet. Mégpedig most azt a gondolatot a kvantumelméletben részecskék egyben hullámok is. Aki meg akarja hallgatni ezt a fizikus nótát, akkor az is fönn van a weben, rá lehet keresni egy fizikus nóta, itt ebben a teremben fizikus hallgatók előadták megfelelő módon kántálva, abban szerepel az, hogy részecske vagyok-e, vagy hullám, élek-e vagy ez a hullám, és így tovább. Nos, szóval ez itt De Broglie, aki 1923-ban kitalálta azt, hogy a részecskék egyben hullámok. Rajzoltunk itt egy hullámot, ennek a két hullámhegye közti távolságot hívjuk ugye hullámhossznak. Ő mondott egy képletet, hogy ez a hullámhossz, ez a Planck állandó per a részecske tömegeszer sebessége, tehát valahogy a részecske tömegétől és sebességétől függő hullámhosszal megy, úgy is mondhatjuk, hogy a részecske energiájától függ a hullámhossza. És most próbáljunk egy atomok köré, ugye atommodellt építeni, tegyünk le egy De Broglie hullámot. Elkezdem ott rakni, adott hullámhosszú hullámot elkezdek rakni a atomok köré. És nem ér össze a fenegye meg. És ott mi történik? Egy
csökkentő interferencia. Természetesen volt szó Cserti Józsi előadásában itt az Atomcsinén az interferenciáról is, ahol a hullámok karamboloznak címmel. Hát ez egy destruktív interferencia, kioltó interferencia. Ez olyasmi, mint az a golyó, ami megakadályozta magát a múltba visszamenetelbe. Tehát valahogy nem áll össze konzekvensen a sztori, hogy egy hullám legyen az atom körül. Nézzünk egy másik esetet, rajzoljunk egy másik hullámhozt, és ez már éppen szépen összeállt. Itt ezek a hullámok jól elférnek, erre mondhatjuk, hogy itt erősítő interferencia lépett fel az atom körül. Természetesen ma már ez sokkal bonyolultabb módon írjuk le matematikailag, de az alapgondolat Döbrölli óta változatlan. Jó, tehát az egyik esetben egy ilyen önmagával ellentmondásba kerülő eset lép fel, a másikban pedig egy önmagát erősítő és elfogadható lehetséges eset. Jó? És ezért most akkor ezt a stabilan kialakuló konfigurációt, azt mondták, hogy ezek azok, amiket az atomokban észre lehet venni. Tehát ilyen energiaszinteken lehetségesek az atomok, amit az adott hullámhozból kiszámoltak, és valóban ez stimmel, a legegyszerűbb atomokat ilyen elmi módon lehetett tárgyalni. Na és akkor most jön az, amit ugye kvantumgravitációnak hívok, tehát innen már spekuláció. Házasítsuk össze Döbrölinek ezt a hullám ötletét az időgéppel. És most egy időgép köré építsünk ki egy ilyen Döbrölli hullámot. Tehát az most nem golyók gurulnak, hanem megy körbe a hullám ezen az időhurkon. Az egyik esetben, amikor a golyó kilökte önmagát ebből a ciklusból, az olyan, mint ez a gyengítő interferencia. Nem jöhet létre tartó struktúra. A másikban, amikor a golyó belökte önmagát ebbe a ciklusba, az olyan, mint az erősítő interferencia, tehát tartósan fennmaradó struktúra jöhet létre. Mi következik ebből spekuláció szintjén az időgépre? Hogy időparadoxonok nem jöhetnek létre, mert mivel az objektumok egyben hullámok, ott akkor a gyengítő interferencia megakadályozza ennek a struktúrának a kialakulását. Az erősítő interferencia, amikor ezek a múltbeli események valahogy korrelálnak a jelenbeliekkel, és nincs ellentmondás, azok megvalósulhatnak. Az időgép tehát lehetséges, ha nem okoz paradoxont, nem okoz ellentmondást. És akkor most egy régi kedves tanítványomat, Farkas Zénót idézem, aki annak idején, amikor 1997-ben a NYIF, azaz Nyílt Helyi Fizikus-Fizikus Feladatok versenyen voltunk Velencén, egy feladat megoldása közben azt mondta, hogy neki is pályázzunk. Ha már lúd, legyen kövér. Ne egy elektront küldjünk, ne egy részecskét küldjük vissza a múltba. Küldjük vissza az összeset. Küldjük vissza az egész világegyetemet. Emlékeznek, hogy föl volt már rajzolva az a tömbvilágegyetem, amit Einstein feltételezett, és ami összhangban van a Spetzrelnek a világképével. Minden múlt, meg jövő, meg jelen egyszerre létezik egy ilyen időn kívüli tömbvilágegyetemben. És most ezt csatoljuk vissza a múltba. Akkor, hogy néz ez, kibezárjuk az időhurkot. Kapunk egy ilyen nagy, nem egyenes, hanem ilyen önmagába visszahajlók tömböt, amelyben körbe-körbe mozognak a világvonalak. Egy valahol éppen van egy objektum, ami ennek a világvonalnak a mentén van, és az ő módján elképzel maga köré egy ilyen metszetet, és azt mondja, hogy ez itt a most. Az előbb nyitva maradt az a kérdés, hogy mi tölti ki ezt a tömböt? Hát események, és hogy megyünk, csak tapasztaljuk az eseményeket. Ez a kép viszont választ ad arra, hogy milyen események törtik ki. Olyanok, amik önmagukkal konzekvensen, erre is megvan a megfelelő fizikus szakkifejezés, ilyen önkonzisztens módon kitöltik ezt a rendszert, önmagukkal pozitív, erősítő interferenciába kerülnek, amik körbejárnak ebben a hatalmas nagy hurokban. Csak olyan konfiguráció valósul meg, ami így zárt módon az egészet stabil konfigurációba teszi. Hát ez a modell, ez ugye automatikusan a ciklikus tömbuniverzum, ez automatikusan magába foglalja a zárt időhurkoknak, hiszen az egészben zárt időhurkok mennek, tehát az időutazásnak a fogalmát magában tartalmazza.
És azt is megmondja, hogy milyen dolgok vannak itt a világegyetemben, olyanok, amik erősítő interferenciával létrejönnek. Hát ezt persze ki kell tudnunk számolni, ez még eltart egy darabig, amik a tudomány odáig eljut, ezt mind rekonstruálja. És emellett nincs benne időparadoxon. Tehát az időutazással járó problémák azok megoldódtak. Másrészt összhangban van a speciális relativitás elmélet, az általános relativitás elmélet, a kvantum elmélettel, remélhetőleg a majdan kialakuló kvantum gravitáció elmélettel is. És akkor még egyet elmondhatunk, egy ilyen jó bonyolult struktúrában esetleg lehetségesek helyileg ilyen kis turbulens, vagy kavargó, vagy kaotikus zónák, ahol helyi és önmagukba visszacsavarodó világvonalak vannak. Ugye nem érek rá 50 milliárd évet várni, hogy így körbe menjek az egészen, de esetleg egy ilyen egyéves kiskört, vagy néhány ezer éves kiskört megtehetek. Tehát az időgép belefér ebbe a modellbe, mert ott úgysem tudom megváltoztatni a világot, viszont ha oda megyek, akkor látom és tapasztalhatom ezeken a módokon, ilyen kis világvonalakon körbejárva tapasztalhatom a szerintem múltban levő eseményeket. Tehát ebben a modellben még a hagyományos módon elképzelt időgép is elfér, csak nem fér bele a beavatkozás. És hogy ezt nem a kis ujjamból szoptam, köszönöm Takács Gábornak, aki ezt a cikket elküldte nekem. Ez egy tudományos cikk, és ugye az a címe, hogy létrehozhatja a világegyetem önmagát. És ott bekeretezve kivettem egy részt, pontosan az a kérdés, az az idézet, hogy érdekes módon a fizika törvényei megengedik, hogy az univerzum a saját mamája legyen. Hát ő nem a nagymamájáról beszélt, de a mamájáról, de hát ebben az értelemben az már majdnem ugyanaz. És akkor most már itt az előadás vége, akkor most már tanácsok, szeretném összefoglalni a tanácsokat a kezdő időutazóknak. Először is örüljön annak, hogy a fizika törvényei lehetővé teszik az időutazást. Kettő, jól figyelje meg, amit látott, hogy oda ment, mert úgyse látja többet. Három, ne csináljon semmit. Sőt, tudod mit? Csinálj, amit akarsz, úgyse tud semmit se csinálni, úgyse érsz vele semmit, hiszen a világegyetem befagyott, a minden így meg van határozva. És a legfontosabb tanácsom, ne es pánikba. Köszönöm szépen a figyelmet. Ülj-e. Köszönöm szépen, ülj-e nyugodtan, most jön a függelék. Az előadás eddig tartott, most viszont aki még bírja, aki nem bírja, az nyugodtan elmehet. Most egy kis kiegészítés következik. Ugye sokan ismerik Hawkingnak az Idő rövid története című könyvét, most az időutazás rövid története következik. Sok-sok sci-fiből összefoglalva. Megvárom, amíg a nyüzsgés elül, és utána megpróbálom elmesélni az időutazás rövid történetét. Egy picit még várjatok, még 5 perc. Jó, nyugodtan. Jó. Hát itt felsorolok néhány érdekes sci-fit, amiket érdemes elolvasni. Mindegyik az időgépekről szól, ugye ez maga a Wells-féle időgép. Egyik tudományosan leginkább részletesen kidolgozott és alaposan végiggondolt időutazásos történet az Asimovtól a halhatatlanság halála. Bradbury-nek a Mennydörgő Robajt című novellája volt az egyik kiinduló pont az időutazásos sztoriknak egyik ágába. Itt van a Andersontól az időjárőr, ami megint egy nagy iskolát teremtett. Ez az óvatlan utazó, amit már emlegettem, amit 1940-ben írtak Franciaországba. Hát a Visszajövőben című filmet mindenki ismeri, Technicolor időgépről is már beszéltem. Aztán egy nagyon érdekes és megint csak jól végig gondolt történelmi sci-fi, a múltba való célzott és ráadásul sikeres beavatkozásról szól Scottnak a Múltfigyelők című könyve. Van egy régi szovjet sci-fi, ami kissé karikírozottan, de egy tudományos intézetnek a belvilágán belül mutatja be az elágazó idővonalakat nagyon érdekes módon. Ez az időutazás napja, amit szintén említettem, amelyik napon feltalálják az időutazást, oda megérkeznek a jövőből.
Én mostanában jelenik meg egy sorozat, ami egy félig-meddig vicces történetsorozat, egy angol történelmi kutatóintézetben ide-oda mennek a múltba, az alapelvük, hogy nem avatkoznak be sehova, és természetesen mindig belekavarodnak, és mindent megváltoztatnak. Aztán tavaly jelent meg a Zanox című magyar film, nem tudom, látta-e valaki, érdemes megnézni. Nagyon érdekes és jól végig gondolt időutazó történet van benne. És természetesen itt van a mai fizika Feynmantól, ami szükség lesz az egésznek a megértéséhez. És mivel a Mikolás nem hozta ezt a pendrive-on, ezért ami most következik, ezt a táblára fogom felrajzolni. Hogy kell itt fényt csinálni? Jobb oldali. Na tehát. Hát kezdetben volt a szigorú determinizmus. Nem, kezdetben a kréta volt. Ez az. Az ugye már itt szerepelt, az azt jelenti, hogy ha múlik az idő, akkor egy adott pont, megadom az objektum helyét és a sebességét, és ebből ki tudom számítani a múltját meg a jövőjét. Tehát minden teljesen egyértelmű, nincsenek lehetőségek, nincsenek elágazások. Ez, amit úgy szoktunk fizikailag, írok néhány képletet, de nem kell tőle megijedni, így szokták fölírni, hogy a Newton törvényt így fogalmazzák meg mondjuk. Ez itt a gyorsulást akarja jelenteni, tehát tömegszer a gyorsulás egyenlő az erő, de az erő a pillanatnyi helyzettől függ. Ennek a megoldásából meg lehet mondani a helyvektort az idő függvényében. Ez persze egy bonyolultabb rendszer is lehet, sok részecske együtt, meg egész naprendszer, egész világet. Ez volt régen. Hát aztán feltalálták az időutazást. Mikor és ki találta fel az időutazást, az vitatott természetesen. A legvalószínűbb az, hogy senki nem találta föl. Egy csomó sztoriban azt olvassuk, hogy megjelent valaki a jövőből, és átadta az időgépet valakinek. Önmagának általában 5 éve fiatalabban, vagy 20 éve fiatalabban, vagy mielőtt a feleség elhagyja, azelőtt legyen Nobel-díjas, stb. És akkor ez olyan, mint amikor az elején elmeséltem, hogy nem tudni, hogy ki írta meg az előadást. Mert ha meghozta a Mikulás, hát itt is valószínűleg az időgépet is a Mikulás hozta. Tehát lényeg az, hogy meghozták, és akkor először csak azzal foglalkoztak, hogy megfigyelték az idővonalat, hogy nézhet ez ki, itt az idővonal, itt jövök én, előreugrok a jövőbe, ott töltök egy hetet, aztán visszajövök egy héttel később, és akkor itt múlik velem tovább az idő. Vagy visszamegyek a múltba, ott töltök egy hetet, és egy héttel későbbre visszajövök, és itt folytatom a jövőbe az utamat. Ugye lehet látni, tehát ez az, amiről szó volt, hogy ugyanannyi idő telik el a jelenemben, mint a múltban. És amíg itt vagyok, addig csak figyelem. Ezt csinálnák azok az angol történészek, hogyha nem lennének annyira szerencsétlenek. Ezt csinálta az óvatlan utazónak az óvatos utazója, de a cím is azt mondja, hogy nem volt elég óvatos, tehát beavatkozott, és így tovább. Ha elég fantáziadús a szerző, akkor még azt is hozzátesz, hogy egy kis antigravitáció is van, tehát az illető itt lebeg valahol, és láthatatlan, és figyeli a történelmet. Ugye oda ment, megnézi közelről, vagy mostanában már nyilván csak ilyen pici drónokat kéne visszaküldeni, amik hozzák a filmet, stb. Aztán később történt az, hogy valahogy beavatkoztak. Ennek az alapmotívuma például a Bradbury-nek a Mennydörgő robaja. Ott a dinók korában szerveztek expedíciókat, kimentek, megnézték, hogy ezt a dinót mindjárt agyonüti egy fa. És akkor egy perccel korábban odavitték a vadászt, aki lelőhette a dinót, de nem avatkozott be a történelemben, mert az úgyis megdöglött. Jó, nem lettek már utódai, és így tovább. Na most az egyik szerencsétlen vadász megijedt, és lelépett véletlenül a lebegő ösvényről, és eltaposott egy lepkét. És ezzel ugye pillangó effektus, bár valamikor 1952-ben írták, és pillangó effektus csak 63-ban találták ki, de akkor már ez így történt, és megváltozott, amikor visszajöttek, akkor már Amerikában más volt az elnök. Általában az amerikaiak már mindig az a legrosszabb dolog, hogyha az idő megváltoztatásával más lesz az elnök, bár én még azt is el tudnám képzelni, hogy az amerikai királyságba érkeztek meg. Na, ezt hogy lehet elképzelni? Itt volt az idővonal, visszamentek, és egy picit módosították, és innen egy picit másfele ment az idővonal. Nem nagyon, még mindig volt Amerika, meg volt Föld, de nem, egy kicsit más volt. Jó. Utána, hát
előbb-utóbb az történik, hogy ezek az események elszaporodnak, és akkor az elágazások is szaporodnak. A nyomozás az időkutatói intézetben végig gondolták, hogy bocsánat, a másik ág is továbbra megmaradt. Képzeljük el tehát, hogy itt valaki előre ment, vagy innen visszament a múltba, és ott elágazott, de ez is megmaradt. Tehát az illetőből itt hiányzik egy példány, és itt meg már van egy másik példány, ahova ide elment, de ott ő már ezen a vonalon is volt. Tehát itt két példány van az illetőből. Lehet lesz látni? Vissza akarnak menni, módosítani, hogy tegyük rendbe, visszamennek ide. De akkor egy újabb elágazást hoznak létre. Ezt a vonalat nem tudják megváltoztatni, ez se, hanem egy újabb elágazás jön létre egy ilyen visszamenet ellen. A könyvben azt hiszem egy 18 ágú fát rajzoltak végig, mert csak 300 oldalas volt, hogyha még mentek volna tovább, akkor biztos hosszabb lett volna. És a szerzők az utószóval bevallották, hogy a fát utólag rajzolták át, mert a korrektúránál jöttek rá, hogy két darab szereplőt elvesztettek itt az ágak között, és azoknak még újabb ágakat kellett rajzolni, és arra a sztoriban nem volt szó, csak a rajzra azért betették. No hát, mi történik? Ha van időgép, akkor biztos rosszra is használják. Megjelentek az időpartizánok. Olyanok, akik úgy döntöttek, hogy megváltoztatják a múltat. Most akkor a sztorik egy részében az van, hogy van a igazi, vastagon kihúzott idővonal az emberiség eredeti története. Minden megváltoztatás az rossz, vissza kell csinálni. Egy partizán meg akarja változtatni. Nemrég jelent meg például egy Trianon expedíció című magyar könyv, nem olvastam, de arról szól, hogy mekkora hadsereggel kell visszamenni, és a történelemnek melyik pontjára, hogy megakadályozzák Trianont. Elbírom képzelni, hogy milyen lehet. De a lényeg az, hogy minél nagyobb hadsereget, minél régebbre visszaküldünk, akár még a ősmajmokat is kiirthatjuk, és akkor mi most pingvinek vagyunk. Szóval minden hülyeség belefér. Lényeg az, hogy a megváltoztatás általában nem jó, és ezért nyilván létrejön egy erőszakszervezet, amely megakadályozza. Ez az időrendőrség. Biztos sok ilyen filmet láttak, valaki egy időzsaru, aki visszamegy megakadályoznunkat. Hogy történik ez a megakadályozás? Itt a vonal, valaki visszament és létrehozta az alternatív vonalat, és itt persze a zsaruk is itt vannak, de rájönnek, hogy ez nem az, persze fene tudja, hogy honnan vannak meg nekik az eredeti könyveik, hogy milyennek kéne lenni a igazi idővonalnak, de visszamennek ide eléje, itt már várják, és itt megölik. Itt elszaporodott a vér a könyvekben, itt a gonoszt mindig megölték. Na most kérdés az, hogy ezzel visszatértek az eredeti idővonalra. Szerintem nem, mert itt létrejött egy harmadik vonal, és az előző kettő ment tovább. Természetesen felvetik az energia meg az anyag megmaradást, hogy honnan van ez a sokféle elágazó vonal, de hát azt már 1916 óta tudjuk, hogy az általános relativitás elméletben az energia megmaradás nem érvényes, tehát ez semmi probléma. Na hát a zsarok mindig ide visszamennek. Egy idő után az a probléma áll fönn, hogyha az ellenfél is megszerveződik, tehát nem egy-egy magányos időpartizánnal áll szembe az időzsaruság, hanem két nagyjából ekvivalens hatalom játsza ezt. Hát mikor a hidegháború idején születtek ilyen történetek, akkor úgy érezték, hogy a két hatalom nem csak atomfegyverekkel, hanem időfegyverekkel, most meg kiberfegyverekkel, mindenfélével egymással szemben áll. Próbáljuk elképzelni, hogy mi történik. Tehát Az egyik szerint erre fejlődik a világ, a másik szerint erre. Ez visszamegy ide, és itt megakadályozza, hogy arra fejlődjön. Ez visszamegy ide, és megakadályozza, hogy arra fejlődjön. Ez visszamegy. Tehát itt ölik egymást is. Hullavér. De ez elég unalmas egy idő után. Ezimov a halhatatlanság halálában, amit 1955-ben írt, abban rájött arra egyebek között, hogy kell ezt humánus módon megoldani. Nem kell megölni azokat az időpartizánokat. Fel kell idegesíteni. Tehát önálló az, hogy van egy ilyen különálló szervezet, akik időn kívül laknak, az úgynevezett halhatatlanok, akik figyelik a valóságokat, és akkor majd számítógépekkel, külön irodarendszer, stb. Feldolgozzák, és akkor megmondják, hogy hova kell menni. Akkor oda belép abba a valóságba valaki, és odébb tesz egy polcon egy dobozt, vagy egy vázát. Ez egy űrhajóban volt, kapitány másnap kimegy, és mit tudom én, fel akarja tankolni az oxigént, és nem találja ott, mérges lesz, és ezért másképp dönt, és másik naprendszerbe megy, és ezzel megváltozik a történelem. Valahol be kell avatkozni, nem akárhol.
egy közönséges vacsorát megakadályozni, az nem akármi, de egy kritikus pontban. Aki jön fizikusnak, az majd meg fogja tanulni, hogy a világ teli van hiperbolikus pontokkal, ahol a kritikus pici beavatkozás óriási változásokat fog jelenteni, ebből is lehet vizsgázni. Lényeg az, hogy a hatalmas technikai apparátuson sok számítógéppel kiszámolják azt, hogy hova kell menni és hol kell beavatkozni. Tehát először olyan embereket öltek, aztán utána már csak odébb tesznek egy testet. Na de az ellenfél mit megy? Egy másodperccel később visszamegy, és odébb visszateszi azt a testet. Vagy egy másodperccel korábban már egy másikat odébb megy. Az egészet úgy kell csinálni, hogy ne vegyék észre. Minél kisebb testeket kell odébb rakni. Hát mi a legfontosabb? Hát az információ a számítógépben. Meg kell változtatni mondjuk annak az űrhajónak a számítógépében valami információt, vagy esetleg egy-egy bitet átkódolni. Most már készülnek az egy elektronos számítógépek, tehát előbb-utóbb eljutunk oda, hogy egy-egy elektront kell pályájáról odébb igazítani, és akkor, ha megfelelő pillanatban teszem ezt, akkor abból következnek makroszkopikus események, és másfele megy a történelem. Most képzeljük el, hogy itt volt ez a bizonyos elektron, és akkor innen jönnek a jövőből kicsit más felelőkik, a másik jövőből is jönnek megint egy kicsit más felelőkik, és itt van. Mit fog csinálni ez a szerencsétlen elektron? Össze-vissza fog mozogni minden pillanatban, mindenféle irányú lökések érik, és egyszerűen nincs határozott helye neki, meg határozott sebessége. Aztán ezt hívják kvantumelméletnek, nem? Tehát valami olyasmi alakul ki, hogy minden pillanatban mindenféle lökések érik. Kvantumelméletnek a Feynman-féle felépítése pontosan azt tartalmazza, hogy minden lehetséges pálya megvalósul, és ezeknek a különböző interferenciából áll elő a valóság. Mi az, ami makroszkopikusan meg lesz? Visszautalok az előadásra. Az, ami a erősítő interferenciát hozza létre. Megint fölírok egy képletet, ne tessék megijedni. Föl kell írni egy olyan mennyiséget, hogy csak így írom, hogy fi, integrál, sőt ez egy ilyen integrál, amit ilyen vastagon kell írni, dx, e ad i per h vonásszor s, ami függ az x-től. Nem kell érteni, lényeg az, hogy létezik egy képlet, és vizsgázni is lehet belőle. Ez mondja meg azt, hogy hogy kell összeadni az összes lehetséges ilyen cikkszakos és mindenféle eseményt, és utána az alaptörvény az, hogy ha ennek a variációja nulla, tehát ez az erősítő interferenciának a képlete, az az, ami makroszkopikusan megvalósul. Ez történik tehát, hogy amikor telítésbe megy az időutazás, minden pillanatban mindenhonnan érkeznek, már persze nem emberek érkeznek, hanem automata ügynökök vagy üzenetek a jövőből, amik minden elektront mindenhol mindig össze-vissza lögdösnek. És most már csak egy dolgot kell elővenni, ott látszik a jobb alsó sarokban Feynmannak a hatos kötete. Feynmannak a hatos kötete bebizonyítja, hogy ennek a képletnek a következményei tökéletesen azonosak ennek a képletnek a következményeivel. Köszönöm szépen a figyelmet!